open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani. Hello, szevasztok. Hello. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Ezt már lehúzzuk, mert ez már nem kell. Plusz taps. Plusz taps. Van egy plusz taps gombod. Van egy plusz taps, igen, ennek az effektnek a végén ilyen fura tapssal érünk véget. Na hát itt vagyunk, csütörtök van, és yes. Esett az eső, ott onnan jöttem. Ott, és ahonnan én jöttem. Van egy kis eső, ahonnan gyerekek. Jöttem, ott nem. Ahonnan én gyűjtem, onnit is azt hiszem, hogy nem örülök. Nem örülök neki. Ha, nem kell ott csalnod. Hát ebben figyelem. Ilyen automata rendszer van olyan, hogy figyeli, hogy van. Mennyire vizes. Van. Aha, ez egy első figyelő. Az menő. Igen, nálunk úgy hívják ez az automata rendszert, hogy Jani. Nincs erre. Menj már, ne hagyjad esetet. Hagyjad most már. Nincs eső figyelő. Nem egy drága tudom, rendszer. Tudom, nem, már egyébként egyáltalán. Nagyon primitív az a működési elve. Hogy működik. Egy dugó megszívja magát, és rövidre zárja az áramkört. Óriás. Nem, igen, drága. Egy rettenetesen primitív, benne van a dugó, és a dugóra, hogy ráesik az eső, érzi a folyadék, ez így megdagad, tudod. És abban a pillanatban nem engedi a locsolórendszert elindítani, mert megszakítja az áramkört. Tehát ugye nekem egyszer elmagyarázták, annyira primitív, hogy meglepődsz. Azt hittem, ami high-tech, tudod, hogy... Figyelni kell, hova páratartalom. Nyúlnyál a kutya, mert mancsával. Meg tudja zavarni a kutya, hogy ilyenként oda szokik, tudod? Akkor viszont ciki, és miért sárgul a fű? Nincs ilyen kerítésre, vagy fa mellé tök szokták, jó. Ahol ugye éri a szabad csapadék, és akkor az ott jelzés nem indul el. Nincs benne elromlandó alkatrész. Semmi, egy valami para, nem is tudom, parafa dugó. Nem kell elembele, tök jó, zseniális. Jó rendszer, egyébként nem egy drága történet. János, hát meséljen már, hát milyen tegnap koncerten volt. Milyen volt, jó volt? Megmondom őszintén, hogy életem egyik legnagyobb koncertélmény volt, tehát sok dolog miatt, egyrészt ugye nekem egy alapbanda Black Sabbath, másrészt pedig ugye tudjuk, hogy ez volt az utolsó turnéjuk, mert ugye Tony Iommi már nincsen sajnos olyan állapotban, hogy huzamosabb ideig tudjanak koncertezni. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem fog többet színpadra állni, de mondta, hogy a turnézással jár a fáradtságot, hogy ő már nem tudja vállalni. 66 éves emberről van szó, aki azért ezt azért csinált, igen, a 70-es évek főleg, amire ugye kompletten nem emlékszik senki a zenekarból, hogy akkor mi történt, pedig azért kiadtak egy pár lemezt. Hát Ozzyról meg ugye nem is beszélve, ő már azért ő már 68-as, tehát hogy azért egy 70 éves embert a színpadon látni, ugrálni, örjöngeni, úgyhogy imádja a közönséget. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy tehát, hogy ő az, aki imádja a közönséget, mert azért róla mindenképpen el kell mondani, ha valaki esetleg nem tudja, hogy nála nagyobb alázattal, hálával a közönség irányába senki nem nyilvánul meg szerintem. Se a rock, se a pop műfajban. Tehát az ember két számonként mindig letérdel, és hogy hívják, térdre borul gyakorlatilag a közönséget, és megköszönöm. De tudatos volt, vagy elesett? Tudatos volt, és hát egyszerűen fantasztikus volt a koncert. Tehát, hogy Csurikház, tehát ezt mondanom se kell, hogy egyébként én rég láttam ennyi embert az arénában, sehova már nem fért be senki, mindenhol, mind a kakasülőn is mindenhol ültek, és hát olyan változatos volt a korosztályok tekintetében is a közönség, hogy hihetetlen. Tehát láttad a kicsit idősebb vagy idősödő bácsikákat is. Hát ők az ő korosztályuk, igen, 1000 éves Black Sabbath pólóban. Hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez a zenekar annak idején, amit 68 környékén indult, és a 1970-es évben adta ki az első lemezet, amikor én születtem, és hát amúgy pedig alapvetés, tehát hogy ezt tudja mindenki, hogy nélkülük, ha létezne is heavy metal, akkor nem úgy létezne. És a klasszik ismerteket nyomták, tehát nem volt semmi, az első két albumattal, tehát az első két albumat a Black Sabbath és a Paranoid adta a gerincét a műsornak, volt róla még a harmadik, negyedik albumról is egy-egy nóta, de egyébként úgy kezdődött, ahogy minden elkezdődött. Mennydörgés, villám, elkezdett esni az eső, és megszólalt a Black Sabbath. Az menő. Figyeljetek, egyszerűen zseniális volt minden pillanata, és
úgy volt zseniális, hogy, hogy például Csabi mesél majd róla, nem akarom elleni elő ezt a témát, meg elleni a kenyerét, de ott volt Rómeó is, és a Rómeó végig headbangelte mellettem az egész koncertot. Úgyhogy az utolsó Black Sabbath albumot ismeri a 13-at. Tehát, hogy, és még és Móni, aki... a számára. Ja, hát, igen. Tehát, hogy azért ez egy ős rock, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy mondjuk egy 10 éves gyerek, hogyha elmegy, akkor ott egy dúdolja velük a dalokat, mert azért ezek nem szabályos popdalok, vagy nem úgy vannak felépítve ezek a dalok, hogy verze, röfény, verze, akármi, hát azért itt ebben voltak elszállások, annak tükrében főleg, hát, hogy igen. A tudatmódosítás az. Igen, volt, igen, tehát hogy ha azért ők adtak maguknak persze, de hát ki nem, hát a Jaggeréktől elkezdve mindenki. Csoda, hogy élnek. Hát, csoda, hogy életben vannak. Hát, az zenekarról mondjuk egy dalcím például, Snowblind, az egyik legnagyobb klasszikus érted, tehát ugye, hogy a hóvakság, tehát vajon miről szólhat, igen. Vagy az, hogy az angyalok bakancsot hordanak, ezt ők maguk se értették soha, hogy ezt honnan jött ez az ötlet, de hát szóval egyszerűen fantasztikus volt a koncert. De nem ér fejleharapás és egyebek. Nem, igen, most már sem nem volt, már nem akart így a 70-es éveinek az eleje, már nem akar már így vérmérgezést összeszedni szerintem. Nem volt, már nem daráltak csirkét, semmit nem csináltak. Nem, az Ricsa volt. Igen, Feró. Igen, rájuk fogták, hát meg ugye a denevér fejleharapás is annak idén úgy történt, hogy ugye az Ozzy előszeretettel csinált ilyen jellegű dolgokat, és egyszer aztán egy a színpadnak a széléről valaki bedobott egy igazi élő denevért. Ő azt hitte, hogy mű denevér, és Sharon hiába integetett a színpad széléről. Ne csináld, te hülye! Ha fogta, beltesz, leharapta, és hát ebből lett a vérmérgezés. Hogy az első klasszik sztori, az egy galamb fejének a leharapása volt. Senkinek nem ajánljuk, tudod, tehát, hogy a szereplő kaszkadőrök ne csinálja utánuk, hogy szokták fel mindenféle tévéműsorba kírni. Tehát akkor az ugye úgy történt, hogy Ozzy kilépett a Sabbathból, és Sharon szerette volna beindítani valahogy újdonsült menedzsereként és csajaként az ő szóló karrierét. És elmentek egy ilyen nagy menedzser találkozóra, és azt találták ki, hogy Ozzy majd bemegy, és a kabátja elővesz egy békegalambot, kicsit bizonyítva megjelezve azzal, hogy ő nem a sátán földi helytartója, hanem ő egy nagyon szelíd, nagyon kedves rocker ember, csak éppen bementek, és a kutya nem foglalkozott velük. És akkor ott beszélgettek ott a menedzserek, és akkor Ozzynak jött így valahonnan séróból hátulról egy ilyen ötlet, hogy akkor elővette a galambot, leharapta a fejét, és beledobta az egyik menedzsercsajnak az ölébe, és azt mondta, peace. Igazi állat az nem normális, nagyon tehát, jó. Hogy nem, most manapság már tényleg nem csinál ilyeneket, már lenyugodott, de hát volt azért az életenek egy ilyen időszaka. De hát ezek azok a legendák, amik építenek egy rockstart. Úgyhogy mondom, tokkal vonóval mindennel együtt, egy fantasztikus élmény. Erre hát az évre csak, meg vagy akkor. Igen, az csak 10 000 ember azért az arénában. Ha teltház van, ugye, nem leválasztott függőnyel, mint egy-két magyar előadó. Félház, és az is elnegyedelve még tudod, hogy van eladva a teltház, azért az jó. Nagyon-nagyon jól szólt, hatalmas látvány volt, tehát hogy másképp, mint mondjuk egy Ákos koncerten, tehát hogy az is jó, az is nagyon frankó, de itt azért egy picit más volt a dolog. Úgy, ahogy van az egész, egy fantasztikus élmény volt. Most folyik tovább az Európa turnéjuk, 14 állomásból áll, most mennek majd Berlinbe, aztán kisebb pihenőkkel. Itt is volt egy picit pihenőbe, volt egy zseniális dobszóló is közben, miközben elmentem gondolom kintre egy picit legyedgetik magukat. Pozitív oxigén sátorba tették. Igen, újra életeztek. Igen, elemet cseréltek benne. És a dobosnak nem kell pihenni? Ennek a dobosnak nem. Ő nem olyan mi? Fiatalabb gyerek? Igen. Én nagyon sajnáltam, hogy nem Bill Ward dobol, mert mindenki sajnálja, aki mondjuk imádta a klasszikus felállást, és meg mondjuk ezeknek a daloknak egy részét ő is szerezte, tehát hogy vastagon benne volt ebben a dologban, de ott volt valami fura összevesztés, vagy a pénzem, vagy én nem tudom min, hát... Vagy nőn. Vagy igen, ki a feneset, nem tudjuk, hogy miről van szó, mert oda-vissza megy a szájkarate már hónapok óta, meg mindenki mond mindenfélét, hogy miért nem Bill Ward, de megmondom őszintén, hogy azért annyira nem bántam, ha a zenei részét. Aha. Tehát jó dologban. Volt, csak jó lett volna. Izomból volt végig dobolva az egész. Egyszerűen fantasztikus. Ez menős. Vagy rockerkec, vagy nem. Igen. Na jó, mert örülök. Akkor a Rihannára meg ki sem ész, nem? Meg vagy, ugye? Lesz a Rihanna. Jó Rihanna. Lesz a szigeten. Igen, az is kezdő nap. Igen, ez a kezdő nap. Úgyhogy, de szerintem egyébként minden számot igazolja az, aki ott volt. Tehát, hogy fantasztikus volt. Fantasztikus. Zenészek voltak? Találkoztatok? Nem nagyon. Nem nagyon? Csabival.
Jó, hát na, jó. Tehát hiszen te mindenki kim volt, akinek ez a zenekar valamit is jelentett. Hát azért tényleg, amikor belegondol az ember abban, hogy soha többet nem láthatod őket élőben színpadon. Ja, Scorpions is 20 éve búcsúzkodik, szóval, hogy ezért vannak zenekarok, akik konkrétan 10 éve abból élnek, hogy búcsúkoncert, nem? Nem? AC/DC-nek a 26. a Scorpionsnak a 30. évében telik a búcsúzás. Szóval még az is végül lehet, hogy ők is imádják. Hát, Tony Iommi-nak ugye volt egy nagyon csúnya betegsége, és most ő egyelőre tiszta olyan tekintetben, hogy tünetmentessé vált. Neki volt egy rákos megbetegedése, és hát fél, hogy nem nagyon bírná már. Igen, már nem nagyon viccel, azt mondta, hogy oké, persze, ezt még lenyomja, mindenki megkapja, ami jár neki, és mindenki érezze magát nagyon-nagyon jól utoljára. Tehát, hogy ők azért nem a Scorpions. És ennek a nyugodt nyugdíjas évek. Na, igen. Nem tudom, ezek a csávok mit csinálnak, ha nem állhatnak színpadra. Nagyon kemény, szóval, nagyon rossz. Szerintem is baromi rossz, tehát, hogy Ozzy is visszavonul. Hát főleg úgy, hogy Ozzynál tudjuk, hogy amikor fölmegy a színpadra, akkor gyógyul meg. Akkor beindul az Iron Man, érted, és akkor újra életre kell, de amikor lejön a színpadra, akkor megint megy a csoszogás. Már botolják. Igen. Amikor a Black Sabbathnak az első hangjaik is megindörgés, meg a villámlás így elkezdett így szólni a hangfalakból, akkor mondtam Móninak, hogy na most kezdték el tolni Ozzyt a színpad felé. Kb. Így kell szerintem elképzelni. Megy még ez a tévésorozata? Egy darabig vicces volt, nem csinálják? Nem, azt hiszem, hogy már a lányának. Ez zseniális volt. Igen? Igen, de már neki nincsen az Osborne show, már nincsen. Igen, és az fantasztikus egyébként, hogy még ez az ember, hogy ez az ember gyakorlatilag háromszor indította újra a saját karrierét. Három csúcspontja is volt a karrierének, mert ugye először ugye ott volt a Black Sabbath, aztán ez egy picit megfáradt, akkor kilépett, akkor beindult a szóló karrierje, azzal is maximálisan csúcsolított, és megtalálta magának a megfelelő embereket, egy Randy Rhoadsot, egy Zakk Wylde-ot, akikkel hatalmas tudott újra lenni, aztán amikor az is egy picit kezdett lecsengeni, akkor megjött a reality. Aha. És gyakorlatilag három olyan csúcspont is volt az embernek az életében, ami mondjuk egy bárki számára tényleg a világ, teljesen mindegy, hogy ki vagy hol, külön-külön is hatalmas duranás lett volna. Ennek az embernek háromszor is megvolt. Utolsóban anyja ugye vastagon benne volt. Ő már a másodikban is, sőt az elsőben is benne volt olyan tekintetben, hogy a Black Sabbathnak a turné menedzsere, a Sharon Osbourne-nak az édesapja volt. Tehát, hogy a Sharonnak meg a család. Kérdezik, lány. Takarodsz a lányoktól. Aztán végse. Jó, tök jó. Jó, egy jó koncert, az igen, az úgy feldobja, az egész hetedet megalapozza. Igen. Sáncok, nagyon nagy volt. Nagyon hálás vagyok érte, meg hát úgy is vagyok vele, hogy akit csak lehet megnézek a nagy öregek közül, mert a fene se tudja, hogy mikor láthatom őket, hogy láthatom őket egyáltalán. Mert hát ezeket nem szabad kiadni, ezekre el kell menni, persze. A Heaven and Hell turnéra sem mentem, elmondom, mert jönnek, még aztán szegény Dion meghalt. Igen, ezeket már nem, igen. Szóval ez már, ezekre el kell menni. Combosak voltak a jegyárak, vagy ilyen korrektek? Igen. Combosak? Igen, de tehát van olyan jegy, meg van olyan jegy, hogy egyszerűen azt mondod, hogy srácok, most érted? Akkor legfeljebb mit tudom, 3-4 karácsonyig nem kap a gyerek semmit. Na de azt eddig se kapott. Karácsony, plán nem kapsz. Lassan már kiég ez az érvelés, és a gyerek se érti, hogy igen, de apa, hát 5 éves, és ezt mond. Négy nap születés, a karácsony felejt le, majd egyszer kapsz egy nagyot. Nincsen több semmi. Na jó van. Hát nekünk csendeske volt, nem? Nem volt ennyire. Nyugodt estét. Én még délután gondolkodtam ezen, hogy így eljövök a városba. Az koncertre? Igen. De hogy oda kéne csoszogni? Ó, hát pont ezért, amit a Jani mond, hogy az ilyen zenekart akkor is meg kell nézni, hogyha neked egyébként nincs olyan kötődésed hozzá, mint például Janihoz. Igen, mert igen. Nekem... Írja valaki most, hogy Uncsi. Hát neked. Ja, igen. Az egy-két alapvető számot ismered, de én nem folytam bele annyira ebbe a korszakba, meg ebbe a zenébe. De most így azt mondom, hogy basszus, de jó lett volna ott lenni, hát, megnézni. De tényleg, legközelebb megint. Megértem én azt is, hogyha valaki mit tudom, hogy Justin Timberlake-et szereti. Én annak a rajongását is olyan tekintetben meg tudom érteni, hogy empatikus alkat vagyok. Persze, ő valamiért érte rajong. Én meg a Szabátor, bocsánat. Ha itt egy olyan műsorvezető ülne, aki Justin Timberlake rajong, itt vagyok akkor... Így van, ha lesz Justin Timberlake koncert lenne a Pecsába. Így, akkor meg majd egy Dimmu Borgir hallgatók, vagy egy rajongók fogja azt írni, hogy uncsi, hát ez. Igen,
ha Justin Timberlake az Alpha Dog című filmjét nézzétek meg, és akkor szeretni fogjátok. Egyébként ez egy jó film. Mondom, az egy jó film. Alpha Dog? Alpha Dog az a film. Alpha Dog, az egy kemény film, a Justin játszik benne. Na, jól van, nézzük akkor, hogy hogyan indul a reggelünk. Kávét egyelőre még nem hoztam, gyerekek, de az utolsót lefőztem magamnak. Világos volt, ezt éreztük, hogy ez lesz. Nem, egy kocsival járunk a Vikivel, és most kicsit így nehezen koordináljuk a dolgot, de hogy visszakapja az autóját, akkor ott mentem emelleted a hídon takerről. A pick-upnak a platóján maradt az a 600 kiló kopiluak, amit vettek. Még kicsit nehezen koordináljuk a vásárlást, mert egy autónk van, Vikinek az autója szervizben van, és most ő jár az enyémmel és én taxival, hát ilyen egy önfeláldozó fényezi a gyerekek. Milyen rendes. Igen, úgyhogy nincs elfelejtve, csak kicsit, de... De azért ma még nekem egy még azért még beherzott van. Bementem, mondtam, Istenem, Uram, add, hogy még egy adag legyen a gépbe fölemet. Megráztam, mondom, adj még egy kávét, mert nagyon rosszul aludtam. De adott, úgyhogy van. De nincs elfelejtve. Jött a rumba tök feeling. Igen, ráztam. Magam nőtöttem a forró vizet, gyantáztam a melkasomat, minden jött belőle. De volt még benne egy adag, úgyhogy mázni van. De nincs elfelejtve, csak mondom. Jó, hogy jó. Visszakapja az autóját, én az enyémet, és akkor meg vagyunk. De amikor hazafelé mész a taxival például, akkor az nagyon olyan körülményes, hogy a taxinak így nem fordul el a kormány a bolt felé? Várjon meg, vagy akkor elmegy, én bemegyek ott az Interspár, akkor hívni újat, akkor... Istenem, átfigyelj, megértjük, ugye? Hát, még egy kicsit ez bonyez, de... Rendezzük sorainkat. Egy kiló kávét megvenni nem egyszerű. Ide, hogy nem értsétek meg. Így van. Bali visszakapja az autóját a feleségétől, és akkor ma már, ha minden igaz, akkor mehetünk az autójára. Hát úgy értem, nem egyszerű megvenni mondjuk Patagónián. Lesz. Lesz, és akkor viszont olyat hozok, hogy könyvbe lábad a szemetek. Tehát akkor Bali kitesz magáért. Az kávé lesz. Bali kitesz magáért. Ha egyszer hozok, akkor Bali kitesz magáért. Na, nézzük, hogy kinek hogy indul a reggel, mire gyorsan mutatánk egy pici tegnapunkból. Van, aki már játszana, mérnek a rendőrök kemény fa településén, lehet, hogy van ilyen? Van. Azt nézem, hogy úgy szeretik valakit elfenekelni. Na, írj egy hallgató, nagy tartsai körforgalomon kamionról leborult a rakomány Szeged felé, ott is vigyázzon mindenki. 50 perc állnak a vonatok a Cegléd-Szolnok vonalon, az oka ismeretlen, ezt Laci küldte nekünk, így van, késik a vonat, esik az eső, üllőn rengetegen várjuk a busz, a tököm tele van a mávval. Krisza küldte nekünk. Igen, ezt már látjuk egyébként, hogy... Mindjárt jönnek a dettók. Igen, vecsésen a berendezési hiba van. 30-40 percet késnek a vonatok, Krista. Hát 30-40 percet kérdés, hogy a MÁV időszámítása szerint. Mert ha a MÁV időszámítása szerint, akkor ez nektek másfél-két óra. De kitartás, ha van új info, Jani majd fölmegy a MÁV honlapjára, és akkor megnézzük, hogy hol tart a vonatotok. Nem lehet akkor megnézni, hogy hol a vonat? Dehogy nem. Írjátok hát meg, melyik megállóban álltok, hol vagytok, mi pedig megmondjuk, hogy hol a vonatotok, jó? Jó. Mi az, azt mondja, hogy Cegléd-Szolnok vonalon, akkor látnunk kell valahol, hogy ott áldogál egy vonat, nem? Aha. Levágattad a hajad, Zsül? Miért? Hát. Jön a nyár? Tényleg? Menő. Nézzétek már meg. Nekem is iskolában egy fiatalkorom, a gyerekkorom, hogy anyám elvitt, jön a nyár, és levágatta ilyen a hajamat. Igen. Emlékszem. Zsűrűen ránéztem, és az gyerekkori én nem jutott eszembe. 300 forintért. Már a lakáskulcsot is megkapta, leküldték a térre. Igen. Mikor mehetsz az a szeptemberben? Igen, két alapig ne lássunk itt. Ugyanilyen ajánlat. Jó, megnézzük, drága hallgatók, hol a vonatotok, jó, tartsatok ki, mindjárt mondunk frisset. Mutatjuk a tegnapi ismétlést gyorsan. Beszéltünk egy Maciról, a Velvettel láttuk, a hír szenzációs volt. Maci, akinek már nem emlékszem a nevére, de egy orosz családdal él, és... Sztyepán a Maci. Sztyepán, és képzeljétek el magatok elé egy 130 kilós, majdnem 2 méteres rohadt nagy darab állatot, aki egyébként a fotó tanulsága szerint tényleg... ugye, hát a családdal él. Ahogy beszéltük, eszik, alszik, iszik, szórakozik, fagyizik, labdázik. Erről beszéltünk, hogy mi mit csinálnánk egy medvével. Így van, és hogyha a családfenek a feleségét is megnézzétek, anyát, akkor érteni fogjátok, miért inkább a medve. Igen, igen. Új hír, teljesen friss, már elindult a ceglédi vonal. Tehát már valahol már tart a vonat. Jó, ha ott álltok a megállóban, kitartás. Reméljük nem Szolnokról indul most. Igen, M1-es csöndes jó járható. Na, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, közben ti jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 perc múlva, 7 óra. Hey! Egy kis Biebers. Az mindig jó. Na, hát akkor nézzük, jó, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa, hogyan állunk, mi a helyzet? Jól, 2-0 ide.
Az nem lehet, mert csütörtök. Igen. Van. Akkor három. Az egyre jobbak vagyunk, már négy. Ennyit javultunk egy másodperc alatt a kutyafáját. Hát kettőből három lett. 3-0. Nagyon királyok vagyunk. Hát most kell azért, mert elvesztettünk egymás után két hetet. Igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok, látok. Üdvözöllek benneteket, puszilak Anna, és még a rövid hajú Zsült is üdvözlök. Itt ül mellettünk, talán ismertük meg. Jó reggelt, csáó, honnan hívtál minket? Hát én Dunaharasztival lakom, de Pesten dolgozom egy elektronikai cégnél, műszerész vagyok. Műszerész vagy? Ó, nyákok, forrasztópákák, diódák. Balázs, nagyon szuper vagy. Ilyen ez a srác, ezt is tudja. Beagérted a budapesti elektromos akusztikai gyárba, hány kiváló műszerész dolgozott. Amikor keresett egy csikulcsot, mindig kiránt egy marék kondenzátor. Diódák, kondenzátorok, nyákok. Most már ilyen, azok már lassan elavulnak, most már csak ilyen esetlen, de alkatrészek meg ilyen kis mikrofis dolgokat. Kivel játszol rá, Tamás? Ferivel. Nagyon jó. Ferivel. Feri még nem játszott a héten. Jó. Azért gondoltam, hogy talán persze, egy kicsit megtudom az orosztában, tehát itt elhúzogálni. Ám legyen. Hát jó. Meg ott szakmai rokonság is van, hogyha jól sejtem. Így van. De hát majd erre kitérünk. Jó. Nem biztos. Indítjuk az órát akkor, jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Tudtad, hogy én is műszerész vagyok? Illetve voltam. Természetesen, de kedves Feri, előtte egy találós kérdést szeretnék közdeni neked. Lehetséges? Szereted ezeket, ugye? Érzem. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy tudod, hogy a hasonlóság te közötted, meg Vágó István közt micsoda? Híha! Te tudod? Én tudom, azért kérdeztem. A szakállunk? Megmondom, jó, hogy mind a kettőtökről Hidat neveztek el. Hidat. Rólam tudom, Vágóról melyiket? A Vágóhíd. Ja, júj, ez saját poén? Kidolgoztad? Megpróbáltam. Természetesen. Vagy hallottad valahonnan. Te mechanikai műszerész vagy? Elektronikai. Én mechanikai. A kettő az hasonló. Hasonló egymáshoz. Na most a másik, hogy tudom, hogy nagyon szeret főzni. Jézusom. Itt vagyunk, itt a vége. Tényleg? Odaadjuk ezt. Én nem ismertem, de a Rákóczi üdvágóid az ül. Ezt szeretem. Nem ismertem. Nem ismertem. Jó, hát akkor hogy mondja, hát így sikerült. Tamás, jó volt, semmi baj. Jó volt, nem volt. De azért nem kértettelek meg benneteket. De elhúzni. Tamás, persze, annál jóval több kell. Igen, küldünk egy ajándékcsomagot, ügyes vagy, tényleg megérdemled a tapsot, jó? És szép napot kívánok nektek. Neked is, vigyázz magadra. Hello. Megpróbálok. Ciao, hello. Vágóid. Úristen. Jó, ezt nem ismertem, de ez működött. Na, jól van, elmegyünk újra hírezni. Jó, egy pici reklám, aztán jövünk is vissza, 7 óra lesz pontosan, 3 perc múlva. Folytatódik Sebestyén Balázs. A legjobb mikrofonnál Sebestyén Balázs. Ez itt a Balázs Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök van. Kicsit borongós az idő, kicsit esőre áll, de nem tart sokáig. A barométer esőre áll. Emlékeztek el radarra? Haj, másik Péter, haj, másik. Hát, igen, az a barométer esőre áll. Ha Feri vagy én kérdeztem volna azt, hogy emlékszel te erre a dalra, akkor talán miért érted, mert még bejebb vagyunk 7 évvel, de hogy... Én is rosszul vagyok ettől a daltól egyébként. De most ugye eszembe jutott, mert olyan kis borongós az idő, legalábbis itt Budapesten. Minden esetre hétvégére már úgy néz ki, hogy visszatér a jó idő, és hát alakulgat. Alakulgat majd igen, az időjárás hétfőn. Igen, elolvastam, hétfőn már száraz légtömegek érik el hazánkat, és folyamatos melegedés. De úgy néz ki, hogy ez most már egyre több helyen megerősítik, hogy ilyen nyár lesz. Esős. Ez a egy hét eső, egy hét jó idő, egy hét eső, egy hét jó idő, 5-6 évente. Egy ilyen ismétlődő periódusként ez mindig megjelenik. Hát csak el kell talán a ritmust, hogy egy hét pihenés, egy hét melló, egy hét szabadság. Igen, hét ezt kell nekünk. Tehát, hogy ezt, hogyha megfelelő ritmusba vesszük ki így a szabadságot, és megfelelő ritmusba dolgozunk,
akkor szerintem nem lesz gond. Akkor nem lesz gond. Az a lényeg, hogy ne akkor pihenjünk, amikor szakad az eső. Ne akkor menjünk. Mert ne innen bentről kellemetlen nézni, hogy jó idővel. Amúgy meg egyébként szerintem itt bárkit megkérdezem most a stúdióban, vagy a stúdió környékén, mindenkit áthúz ezen a kisé borongos, kisé nyomasztó időn, annak a kávénak a tudata, amit majd valamikor a jövőben majd megfogsz. Jó kávé lesz az. De jó kávé lesz az. És már augusztus van. Egy másfél hónap, és itt lesz. Megérkezik az a kávé. Ahogy visszakapom az automat, megérkezik. Jó? A feleségem tehet mindenről. Ő az oka. Ő az az asszony, aki, elvette az automat. És a mi kávénkat. És ezért nincs kávétok, mert az asszony használja az automat. Én azt fogom csinálni, amint a Wall Street farkasában Leonardo DiCaprio, amikor ez a nagyon jó cucc felbukkant, hogy én ki fogom takarítani előtte az egész testemet, mindenféle szennyeződést. Hozzá még lúdat. Meg fogom. Nem akarok úgy meghalni, adjál még lúdat. Meg fogom tisztítani, hogy minden egyes érzékszervemmel tudja koncentrálni arra a csodálatos kávéra, hogy minden cseppjét érezzem. Bizony, arra rá kell készülni. Öjtőjél, lébőjtőjél. Igyál meg előtt egy pohár vizet majd, ugye? Úristen, de jó lesz, minden kortja, egy orgazmus. Jó lesz, megérkezik nem sokára az a kávé. Bali, segíts nekünk, hallgatóknak, hogy öltözzünk föl? Egyik esőt, a másik napsütést mond. Hát István, felnőtt ember vagy már. Old meg. Boxert húzd fel minden héten. Igen, vedd a zoknicskádat, a cipődet, a farmerodat. Hideg nem lesz egyébként. Hideg nem lesz, csak hát kicsit ilyen kis esős. 26-ot néztem. Nem vészes. Na, azt mondja, hogy nézzük, hogy mit írnak hallgatóink. Valóban elindult-e már a vonat azon az adott útvonalon? Ugye ez Budapest-Szolnok vonal volt, mert hogy ott nagy késéseket mondanak valami váltóhiba vagy valami szerelés miatt, és kapunk ellentmondásos infókat. Van, aki azt írja, hogy már elindult, van, aki azt mondja, hogy még nem. M1-es 87-es kilométerénél a felüljáróra most állt ki a trafi, mérik a Győr felé menőket. Köszönjük szépen. Turán baleset van, emiatt van lezárva az út. Vidák Zsolt, Füli-Müli. 4-es főút Székelynél katasztrófavédelem rendőrség tart ellenőrzés. Dávid küldte nekünk, M1-es csöndes, jó járható. A ceglédi vonalon állítólag már elindult a vonat, úgyhogy egy másfél-két óra is mindenhol megérkezik. Nem fogtok nagyon elkésni, drága hallgatók. A MÁV szóvivőjétől, Sinkavics Imrétől tudjuk. Jézus, Atya úristen. Azt mondja, hogy 50 perc állnak a vonatok a ceglédi Szolnok vonalon, így van, de úgy néz ki, hogy ez elindult. Aztán azt nézem, hogy rengetegen várják a vonatot, még üllöm a busz megállóban, mert hogy ők abban hisznek, hogy a busz előbb ér oda. Hegyeshalom M1-es torlódásmentes, jól lehet haladni. Állítólag az esti tényekben benne volt, hogy kivette meg a Klassz FM-et, de kár, hogy nem láttuk, okosabbak lennénk. Majd visszanézzük. Mi is tudnánk végre. Híres, hallgatok, benne voltunk, köszönjük el. Lecsekoltok volna, hogy az vette meg, akiről mi tudunk. Ne jó lenne, ha mi is tudnánk valamit. Na mindegy. Na. Szóval aztán azt nézem. Jó van, nincs más. A tények, mint hiteles hírforrás. Kérdés, igen, hogy kikérte az anyagot. Kérdés, hogy kikérte az anyagot, és milyen célból kellett azt az anyagot megcsinálni. Igen. Szóval nagy kérdés. De nem. Tehát, ha okosabbak leszünk, majd visszanézzük. Visszanézzük mi is. Nem? Bizony, várjuk nagyon. Figyeljetek. Már hogy legalább az arc ugyanaz, akit mi ismerünk. Igen, hát az a fiú. Ha már szóba került a jó idő, most én nem nagyon voltam még vízparton, de Ferenc, feltűntek már a vízparton az aklatok? Az alulöltözött leányzók, akik sértődött arccal néznek vissza rád, hogyha végig mered stirölni őket, bár úgy vannak felöltözve, hogy nem tudod nem végig stirölni őket. Bár mondjuk én nem természetesen, hiszen én nekem még a személyem is hűséget fogadtam. Én nagyon szívesen stirölöm őket. Az a helyzet, hogy szerintem azok a lányok már nem nagyon haragszanak meg azért, ha megnézed őket. Sőt, szerintem ő direkt azért néz úgy ki, ahogy kinéz, hogy megnézd. Érted? Tehát, hogy azért öltözik föl így. Mi már fürödtünk a tóban. Együtt velalmatlan jó. Nem, ők még nincsenek ott, de tudod, miért nincsenek ott? Mert még kevés, akinek mutogathatja magát. Ja, meg még suli van, nem? Hát igen, de azért ezek már legyenek, mondjuk azért ne tizenévesek legyenek, mondjuk egy kis a huszonévesekről van szó, de annyira a hétvégén teljesen tele volt a tó, nagyon-nagyon komoly turizmus volt, bringás is, meg már napozós is, kint a parton, de ez a típus, akit látod, hogy úgy jön ki, hogy őt tulajdonképpen ez az egész nem érdekli, és kifejezetten zavarja az, hogy a fűbe le kell
ülni, hiszen a hangya rámászik, de azért jön ki, hogy megmutassa magát, na ők még nem jöttek. Aha, és olyan július. A béka integet a parton, hogy elég volt most már a vízi röpivel, röpiből a lányokkal, akkor beljebb mész, vagy kijebb jössz? Beljebb. Aha. Beljebb, de a békhagy kultúrlény nem integet, tudod? Tehát nem integet, csak így biccent a fejével, és akkor tudom, hogy ki kell jönni. Nem, nincs ilyen nálunk. Jön neki, kihívnak a vízből. Igen, igen. A gyerek a vízből. Sok lesz, sok lesz. Jó, a gyerekekkel játszál, jó? A gyerekekkel, ne a hát lányokkal. Hozzád képest ezek a lányok már gyerekek. Egyébként meg igen. Úgyhogy még csendes. A hétköznap meg különösen csendes. Na most kell menni akkor a családosok. Egyébként igen, minden este kint ülünk. Minden este. Olyan jó. Nyugi, csönd, már a grillezés megy éjjel-nappal, egy-egy fröcsi. Jó is ez. Ilyen ez. Gyerekek ilyen. Bandáznak közben. Mikor fekszenek ilyenkor, azért leteszitek őket? 11? Hát, mikor van? Viszonylag nehéz iskolában. Azért mondom, mikor iskolában még? Hát még szinte világos, ma kell őket letenni. Elvileg, ha fél tízkor leteszed, hát nincs, hogy Benninek vérzik a szíved, de hát fél tízkor azért, hogy el kell küldeni aludni. Igen. De még világos van. Gyakorlatilag igen, hát olyan 9-től elmegy az oltás, akkor kezdjük, hogy... Megszúrjátok őket. Igen, hogy 5 perc, 3, 2, 1, itt lesz fél 10, tehát az 5 percből lesz fél 10, de mi nagyon erre nem vagyunk rá gyújtó, hogy már pedig le kell feküdni, nyilván le kell, mert reggel 6-kor kelnek, viszont tök jó, mert befelé meg alszanak a kocsiban. Tehát, hogy így 3-4-8-kor kell föl a panna mondjuk az iskola előtt, akkor még ott egy kis nyűgyögés van. 3-4-9-kor a matekora végig. Vagy pedig az. Soma horkolás, hogy a matekora végében Somát is oda beadjuk. Beadjuk, úgyhogy bejárós a csapat. Én nem nagyon most kezdjek el velük, az utolsó két hétben most kezdve, hogy már pedig tanulni kell, már pedig az iskola. Minek? Az utolsó, hát emlékeztek a mi utolsó hetünkre, mikor már így néztél ki az ablakon a ragyogó napsütésbe, és tudtad, hogy mindjárt itt az év vége és nyári szünet lesz. Szörnyen szenvedtél. Hát annyira nem érdekelt már, hogy mi van a matek órán, meg a magyaron, hogy na. Hát én azért még nyüstolom virágot mondjuk. Ahogy? Elnézést, bocsánat, igen, de én még azért nyüstolom. Neki azért kell. Még nem csúszhat be egy ötös alá? A kutya fáját, mi lesz itt, ha becsúszik egy ötös alá? Néhány ötös alá becsúszna egy a végén. Nem, neki már nagyon számít, mert ugye a hétvége, a hetediknek a vége, az már beleszámít ugye a továbbtanulásba, tehát ugye azért már ő a hetedikes nagylány, úgyhogy most neki még oda kell figyelni. A jövő héttől már lehet egy kicsit lazább a gyeplő, de még a héten azért megy az ajtócsapkodás. De csak ő csapkodja. Te csak próbálsz szólni, hogy még tanulni kéne. Igen, és mindig te vagy az ajtó másik fél, akire rávágja az ajtót. Csak azt akarom, virág, beszélhetsz így vele, mégiscsak az apád vagyok, és megkezdett, nem is hallod, amit mond. Ebből a szempontból nekünk még annyira jó, még csak most megy elsőbe, ott még nem lesz házi, még ott 3-4 évig ott csak ugye elkolbászolgatnak, meg úgy szokják az iskolát, úgyhogy nekünk még ez... Ha 3-4 évig szokja az iskolát, azért az... Hosszú beszoktatás. Egy 6-8 éves beszoktatás. Vagytok kedves gyerekek, íme az A betű, ismerkedjünk meg vele, egy meg egy, na mennyi? Jó, hát itt hosszú ideig szokják az iskolát. Az 4 évig beszokja, az nem jó. Az első 4 éven beszoktatás az iskolába, ez az órarend. Az tök jó, hogy nincs lecke este, az nálunk sincs. Ez menő, az jó. Az, hogy elhozod a gyereket délután 4-kor, és azzal kell még foglalkozni, mondjuk ebben az időben, hogy tanul 2 órát, hát ez szörnyű. Mi tanultunk ennyire? Nem emlékszem. Ugyan, nem, 8 év alatt tanultam 2 órát. Meg is lett az eredmény. Meg is lett az eredmény. Na, kezdjük el a 7 óra utáni témánkat, mert hogy egy megdöbbentő eset történt pár napja az M0-áson. Talán sokan olvastátok már azt a Facebook levelet, ami egy nyílt levél, és egy Skoda Octavia vezetőjéhez intézték, és egészen megdöbbentő a levél, mert hogy valaki azt állítja, akit mi egyébként szerettünk volna megszólaltatni, de állítólag az nagyon jó fej volt, nagyon normális, elmondta, hogy most még nem beszélhet az ügyről az ügyvédje tanácsára. Hogy most ez valóban így van-e, vagy nem akar, nem tudjuk. Mindenesetre az ügyfőszereplőjét mi meg akartuk szólaltatni, el is értük, de azt mondta, hogy még nem tud nyilatkozni. És egy egészen megdöbbentő esetet ír le, és biztos vagyok benne, hogy aki autóval közlekedik, és autópályán, hídon, közúton halad, az biztos, hogy járt már, vagy látott már hasonlót. Az eset maga arról szól, hogy megemlíti ez a fiatalember, hogy nem tudom, ki vagy, idézek a levélből, de jól emlékszem az arcodra, csak egy pillanatig láttalak, de nem foglak elfelejteni. És leírja konkrétan, hogy május 28-án 2016 szombatján délután itt és itt közlekedett ő.
És megnevezi az eset elkövetőjét. Azt mondja, hogy te, aki a követési távolságot jócskán be nem tartta, sérelmeztet, hogy óránként 110 km-es sebességünk ellenére nem húzódunk le neked a kanyarodó gyorsítósávban. Ennek a tükörben jól látható módon hangot is adtál, a belső sáv persze szabadon állt az előzéshez, de te valamilyen oknál fogva nem vetted igénybe. Vagyis a Facebook levélben leírja az egész esetet, hogy mi történt. Aztán mégis úgy döntöttél, folytatván a levelet, hogy a kötelező sebességet túllépve leelőzöl minket. Nem tudom, mi játszódott le az agyadban, ha van neked olyan egyáltalán, de ami ezután történt, örökké megfejthetetlen marad a számomra. Előzés után elénk bevágva hirtelen satúfékeztél engem is vészfékezésre, és az ütközés elkerülése érdekében reflexzerűen a kormány elrántására kényszerítettél. Miután újra gáztattál, még biztos láttad a tükörben, ahogy megpördültünk, és a szalagkorlátnak csapottunk. Írja az illető a levélben. Csak a jó Istennek köszönhető, hogy nem történt komoly bajunk, de az autónk alaposan összetört. Ezúton szeretném vele tudatni, hogy a rendőrségen a feljelentést emberölési kísérlet miatt tettük meg, ami a hatályos BTK szerint 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Innentől kezdve már csak időkérdés, hogy mikor keresnek fel a rendőrök. Aztán azon polemizál kicsit, hogy mi játszódik le emberünk fejében ilyenkor. Hazamentél, megsimogattad a gyermekeid fejét, majd 5 perc múlva magányodban elmerengtél azon, amit tettél, vagy esetleg elmentél este a barátaiddal sörözni, és büszkén elújságoltad nekik, milyen jó móreset tanítottál valakit az úton. Érdekes, ugye, hogy mire használható a Facebook az egész esetet leírja. A te esetedben remélem, hogy valamelyik megtörtént, már csak azért is, hogy nem vagy esetleg teljesen elveszett ember. És itt jön az érdekes a dologban, ajánlanék neked valamit. Írja a Facebook levelet közzétevő fiatalember, jelentkezz nálam. Ha tényleg akkora király vagy, mint amekkorának hiszed magad, keresd fel, üljünk le és beszéljük meg a dolgot normálisan, csak szeretnék a szemedbe nézni és megkérdezni, miért tetted ezt. Ha jelentkezel, akkor egyébként visszavonom a feljelentést. Aha, milyen jó, érdekes ez a levél, jó, nem? Ez jó. Ígérem, ha nem leszel beszali, akkor még a feljelentést is visszavonom. Érdekelne továbbá, hogy ha te holnap vagy holnap után hasonló szituációba kerülsz a forgalomban, akkor ugyanúgy cselekszel-e majd. Kérem a közösségi oldal felhasználóit, levelemet minél többen osszák meg, hát ha az is megkapja, akinek szól. Ott van egy elérhetőség. Jó. Telefonszáma. Aha. És hát az eset nagyon érdekes és nagyon tanulságos, és hát mindenki, aki közlekedik, nyilván élt át hasonlót. Ugye az úton az önkéntes rendőrök fegyelmezése, a baleset okozásával nem törődők, cserbehagyok, hát naponta hallasz most már ilyet. És az ügy egyébként ott tart, hogy meglett az illető. Már az elkövető, aki befékezett az emberünk így előtt. Így van, meglett az elkövető. Aki nyilván nem ismeri el a felelősségét. És érdekes a dolog, nem ismeri el a felelősségét, igen. Innentől kezdve pedig indul ugye az eset boncolgatása, hogy mi történhetett-e valójában, vannak-e szemtanúk, van egy ember, aki azt állítja, hogy fékeznie kellett, megpördült és a szalagkorlátnak csapódott, és van valaki, aki azt mondja, hogy ő volt az, akiről szó van, de nem ismeri el egyébként a fékezés tényét és a felelősséget. Nyilván az állítólagos elkövető azzal él vissza, hogy nehezen bizonyítható a történet. Nem, szinte sem ennyire. Nem tudod bizonyítani. Nem tudod bizonyítani, ugye abban az esetben esetleg, hogyha volt ilyen fék, tehát ha hagyott az ő autója is fékni, de hogy ezt a rendőrség ott megnézte, kijöttek-e egyáltalán, ez... Esetleg egy mögöttük mellettük lévő autóból valaki látta, és... Vagy van kamera, ugye az M0-áson van kamera, az nem tudom, hogy folyamatos rögzítés. Állítólag ott nincsenek ott azon, nincs. A szakaszon. Aha. Azon a szakaszon akkor nincsenek kamera. Nagyon nehéz. Azért különösen értelmezhetetlen a dolog, mert ugye a leírás szerint az emberünk a külső sávban haladt, tehát a belsőn tökre el lehetett menni, nem volt olyan a forgalmi helyzet, ami miatt egyébként ennek a követő autónak, aki aztán előzött és befékezett, lett volna oka erre. Mondjuk erre nincs is ok. Tehát hát ez egy szimpla aljasság lenne, hogyha, tehát hogy ezt nem is tudod megmagyarázni, mert nem logikus. De el tudott menni mellette, hát akkor mi a francia nem választotta azt az utat? Érted? Tehát, hogy hosszú volt a napja, hogy itt most keménykedni, akkor vagy valami kisebbségi komplexus, vagy mi? Az egy előtted menővel, aki ráadásul az M0-ás a 110-es, ugye? Tehát 110 km-t a szakaszokban, igen. És hogyha ki lehetett előzni, akkor mit kellett itt ez a vagánykodás, meg a befékezés főleg? De érthetetlen maga a cselekedet is. Az emberünket egyébként nekem ez nagyon szimpatikus. Azt mondja, hogy figyelj, jelentkezz, akkor elfelejtjük az egész bírósági vagy a rendőrségi feljelentést. Ez nagyon jó, ez tök szimpatikus, hogy a szemedbe akarok nézni, hogy miért tetted. Üljünk le, beszéljük meg.
kapja. Igen. Sok kérdést felvet egyébként az eset. Egyrészt azt is, hogy miért csinálja ezt valaki, hogy valakit leelőz, és utána elkezd befékezgetni, én ezt sose fogom megérteni. Ahogy egyébként meg sokan nem ismerik valójában azt a fajta jobbratartást, hogy azt gondolják, hogy ha ők a megfelelő sebességgel mennek, mondjuk 110-es autó szakaszon, mondjuk 100-zal, és valaki mögöttük gyorsabb, akkor ők, most nem erről az esetről beszélek, mert itt nem biztos, hogy ez történt, akkor miért döntik ők el helyetted, hogy te nem menjél annyival, és az Istennek se akarnak lemenni egyébként jobbra. Tehát mennyi balesetet, meg mennyi mindent meg lehetne úszni azzal, ha a rengeteg sofőr egyébként nem azzal törődne, hogy mit csinál a másik, hanem hagyná, hogy mindenki úgy vezessen, ahogy akar, és a jobbra tartás szabályát egyébként betartva kimenne jobbra. Nem? Nagyon sokan csinálják, hogy a maximumhoz közeli sebességgel mennek a belső sávban, ne adj Isten, jön valaki gyorsabb, bármiért mehet egyébként gyorsabban, és elkezdenek népnevelni. Hát én attól megőrülök. Én attól megőrülök. És az Istennek se akar lemenni egyébként jobbra. És függő, belső sáv függő, ezt így hívja. Ez a belső sáv függő, igen, fél a külső sávban. Hát ha leesik, tudod. Vagy pedig van ez az önkéntes rendőr, aki tényleg úgy nevel, hogy bemegy aztán eléd, és elkezd fékezgetni. Na az hát a még inkább értelmezhetetlen. Tehát még a belső sáv függő szegény, azt valahogy így azt se érted meg, hogy mit keres ott, vagy miért ott megy, mikor ugye van egy jobbra tarts, alapból is a keresztben, tehát ha két sávod van, akkor mindig a jobb oldalit kell használnod, ha három, akkor főleg mondom ezt a Székesfehérvár-Budapest vonalon közlekedőknek, mert azt se érted, hogy mit keres a belső sáv, vagy középsőben 110-zel, úgyhogy van a jobbra tartás. De a befékezem előtte, tehát hogy azt nem gondolod át, hogy az neked is veszélyes, aki fékezget? Mert itt most ugye úgy járt szegény levélíró, hogy ő megpördült és összetörte a kocsiját. Ugye elkapta jobbra vagy balra. Igen, de ez lehetett volna úgy, hogy teletrafálja az előtte fékezgetőt, mert én olyat is láttam már. Hát akkor is elvileg a hátsó hibások lesz. És akkor ráadásul még ő lesz a hibás. Hát nem, akkor a hátsó. Még nem az, aki fékez. Már azt mondom, hogy igen, a mögötte jövő. Meg még a mögötte jövő is belekeveredik. Tehát gyakorlatilag adott esetben akár ebből egy nagyon csúnya tömegkarambol is lehet. Tehát ebbe simán belekeveredhet akár 3-4 autó is. Nagyon kemény a sztori. Nagyon kemény. Nektek volt már ilyesmivel részetek? Vagy amikor egy ilyen nagyon kellemetlen... Mi csináljuk? Még mindent átéltem már, amit közúton át lehet élni. Már másokat egy ilyen szituációban. Nekünk volt egy ilyen, egy konkrét halálközel élményünk volt. Egyszer még jó pár évvel ezelőtt jöttünk az a kis Altónkkal, ami hát ugye nem egy nagyon dinamikus autó, ezt ezért tudjuk. És hát valahogy ilyen két kamion közé bekeveredtünk, és nyilván megpróbáltunk megelőzni, mert egyrészt nem látunk tőle semmit, másrészt pedig azért nem érzi magát túlságosan biztonságosan az ember egy pici autóban két hatalmas jármű között. És valamiért az egyik kamionos megsértődött. Azt nem tudjuk, hogy miért. A másikra, hogy nem ránk. Ja, rátok ott középen. Igen, hogy nem értettük magát a szituációt, de az ő megsértődésének, vagy ki tudja, rossz lábbal kelt fel, vagy már régen látta anyút olyan pozícióban, ahogy ő leginkább szeret vele találkozni, vagy fene se tudja, hogy miért. Kilométereken keresztül követett minket. A kamionos? Igen, a kamionos. Láttad azt az Uber filmet, amikor egy kamion terrorizál egy autót. Igen, a párbajt. A párbajt. És az lett a dolognak, mondom, a következő, hogy gyakorlatilag az N0-áson át szinte hazáig követett minket, és folyamatosan ment a fegyelmezés. Tehát az, hogy bejött elénk, lefékezett, szorítgatott minket kifele, befele. Tehát, hogy olyan szinten ránk tapadt az nem illető. Nyomott egy padlót, és nem hagyta ott? Hát az Altóval, tudod. Tehát, hogy így próbál. Nem volt benne a megfelelő erő. Hát, mert azért egy kamion azért az írt. Az 1-1-es Altónkkal, tudod, így nagyon nem sikerült, tehát már átnyomta a padlón a gázpedált. Érte, de mondok erre egy receptet, hogy nem, lehet ezt megcsinálni. Nem, tehát, hogy nem értettük, hát és ráadásul ugye gyerekkel együtt. Tehát, hogy a Virág még pici kislányként ott ült a hátsó ülésben, a kis gyerekülésében, én ott Móni mellett, tehát egy halmozottan hátrányos helyzetű volt szegény, még velem súlyosbítva. Igen, azt adtam neki az észt, hogy mit kellene, hogy kellene, természetesen teljesen feleslegesen mondom, az autó nem volt többre képes, tehát, hogy ott nem nagyon lehetett, meg hát eleve ugye szörnyű szituáció volt, és nem értettük az egészet, hogy most mivel nyertük meg ezt szörnyű, a jó embert. Ez a népnevelés, meg a bosszúszomjas kamion, ez egyszerűen szörnyű. Tehát aki tényleg nem képes elmenni jobbra, de bent a belső sávban népnevel, aki utána bosszút áll, az irigy kamionos, hát esetleg le akarsz hagyni, elképesztőek. A kérdésedre csak a pőre kamion volt, tehát hogy nem volt mögötte. Aha, vontatmány. Az meg azért elég izmos, tudod, hogy csak a húzó rész. Itt van, tehát hogy az úgy egész jól megy, de egy-egyes autóval
lehet, hogy nem annyira. Nem. Miért nem szorítottátok le? Jaj, Jani. Próbáltuk, csak mindig átmentünk a tengely között, mindig átcsúsztunk másik oldalra leálló sávba. Tudod, a kis egy-egyes altóval, hátul természetesen a kis kiragasztott BBM bort felirattal. És ott is volt a gyerek, vidám? Ott volt hátul. Több típus van egyébként, nehéz megfejteni. Az a típus is van, aki ugye agresszívan jön a hátad mögött úgy, hogy előtted egyébként van valaki. Én azt se értem. Azt nem tudom egyszerűen felfogni. Tehát ugye te mész középen szendvicsbe, mész a belső sávba az autópályán, előtted valaki szerencsétlenkedik. Ő mögötted látja egyébként, hogy nem te vagy a hunyó, hanem előtted még ketten mennek Balaton felé 90-nel a belső sávba, és bejön a seggedbe. De úgy jön be a seggedbe, hogy már kicsit idnekszel, már kicsit kilóg, és be akar darálni. Nem is tudsz lehúzódni. És nem tudsz mit csinálni, de te azért nem tudsz gyorsan menni, mert előtted még valaki szerencsétlenkedik. És ő megy. Ugye hát a nyári Balatonra lemenetel, az konkrétan az egy élethalálharc. És ott, ebből van aztán az órákig tartó dugó, csak mondom. Az egy csata. Tehát szombat reggel 10 órakor, 11 óráig leérni, mit tudom, Siófokra, ott többször megharcolsz az életedért. Nem? Az ember legyen a talpán, aki azt le tudja vívni minden hétvégén, mikor megy a kis fűnyírójával a telekre. Ott bedarálnak, öcsém. Megérdemled a kakós palacsintát, ha él vele jó. Hajrá! Szóval nagyon sok típus van, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ti hogy jártatok, jó? Amikor verbál csata lett a dologból, amikor félreálltatok, mindenféle eset érdekel bennünket, amikor kiszálltatok, mert úgy éreztétek, hogy igazatok van, és elindult a pofoszkodás, ugye fedélzeti kamerákon az oroszoknál látni ilyet, ott nagyon nagy divat, egyébként nem hülyeség, most már egyre több magyar autóban is látom. Na, ilyen eset kamera folyamatosan rögzít, a 0-24-ben. Így van, ezt kirakják előre, igen. Ezt most simán meg lehetne vele bizonyítani, hogy így történt. Ott már nagyon sokszor kézifék be, látod, kormány leáll, kocsi leáll, már rohan az ember. Igen, ezt azért is csinálják egyébként, hogy aztán péteken projektoron meg tudják nézni a bunyót, egy kis vodkázás között. Mutatom a heti termést. Hopp egy baseball ütő, hopp egy másik csávó, így szenetosat bunyoznak, mindenki visszaszáll a kocsiába, mennek tovább. Én gondolkozom egy ilyen kamerán, hogy berakom. Minden bizonyít, ott van. Azért abból jól látszik, hogy valójában mi történt. Ha emberünknek van most egy ilyen fedélzeti kamerája, meg vagyunk. Igen. Nem? Látszik a konkrét fékezés, a rendőrségnek pedig ott a csak ott te hátra teszed. Tessék? Csak te hátra teszed, hogy lássák a fejét. Én magammal szembe teszem. Sziasztok! Hülye Bali fordítsd már meg, ezt nem így kell. Sziasztok! Most akkor elmondom, hogy mit történt velem a mai napon. Van egy hallgatónk, gyorsan egy rövid történet erejéig. Halló, jó reggelt! Hello, Levente, mi történt veled? Írtál nekünk SMS-t, hogy hasonló egy Skoda Octaviással. Igen, egy hónapja történt, egy Octavias jött mögöttem, és igazából nem autópályán történt, hanem egy egyszerű úton, és nem is azt lesodrottam, épp hogy csak lementem a szegélyre, és poros lett mögöttem, vagy hát beporoztam őt, ez volt neki egy nagy problémája. Beporoztam. Majd hirtelen nagy dudálgatás, láttam, hogy lelassított ugye a por miatt, majd hirtelen nagy gáz, láttam már vissza pillantóba, és villogó dudát mellém húzódott, mutogatott, majd hát nyilván én nem tudtam, hogy mi baja van, és visszamutattam neki, ebben a pillanatban egyből elém vágott, lesatuzott, én még meg tudtam nagy nehezen állni, nem mentem bele, de oldalról az ülésről lerepült a telefon, meg minden egyéb, és automatikusan lehajoltam a telefon, de mire már felhajoltam, egyből már rám tépte az ajtót, és egyből megütött. Atyaisten! Egyből megütött, vérezni kezdett az orra, meg minden. Mire kiszálltam a kocsiból, már visszapattant, én is visszaugrottam a kocsiból, és próbáltam utolérni, de hát nyomott egy nagy gáz, nagyon, szerintem valószínűleg a legújabb Octavia lehetett, ilyen halál fekete, sötétített ablak. Tehát, hát lehet egy eres Octavia. Igen. Ez az maffia autóvá tesszük most igazából, az Octaviát. És igazából akkor kellett volna talán rendőrt hívnom egyből feljelentést tennem, én nem tettem. De rendszámot nem tudtad megjegyezni? De abszolút megvan a rendszám mai napig, tehát én abszolút a hapsira is emlékszem. De nem jelentettes. Nem kérdezted le, azt le lehet, nem? Nem. Nem adják meg hát, tulajt. Azt nem tudom, hogy van, azért olyan könnyen nem. Ha van ismerős, lehet, de azért az úgy nem. Úgyhogy. Azért, mert poros lett az autója. Igen, ezt nem kiabálta, erre emlékszem, hogy rám tépte az ajtót, az ütés közben egyből azt kiabálta, hogy te beporozol engem, és még te mutogat. Beporozol. És akkor be voltam csatolva, próbáltam kicsatolni magam, mire kicsatoltam,
próbáltam én is valamit azért tenni, megvédeni magam bármi, de hát addigra már visszapattant a kocsiába. Most én egy teherautóval vagyok, tehát utolérni. Ja, sajnosztalan, persze. Ja. Én azt szoktam csinálni, ha nagyon a fenekembe jönnek, akkor elkezdem mosni a szélvédőt, az gyűlölik. Tényleg, teljesen ártatlanok. Egy bogárban a szélvédő, mert csics-csics, rányomom vízzel, tudod, és brutálisan beteríti, teljesen ártatlan, tesó, ne arra volt. 10 perc a seggembe jössz, nem tudok lemenni jobbra, meg előttem is van, kicsit rámosol a szélvédőre, teljes, a csillivilli az MLG, tudod, mögötte, brutálisan beteríti, és látod, hogy elborul az arca, tehát nekem bogár jön. Igen, nem látsz tőle. Nem, már nekem. Ez pont ide a két szemet, nem, az, ahol kilátsz. Két nagy éjszakai lepke elkapott. Higgyétek, ez hatásos. Kis szélvédő mosás, mikor a fenekedbe jönnek. Igen. Többször is, azóta amúgy többször is láttam őt már ott, ahol én lakom, és amúgy ilyen 90 meg 100-zal megy a városba, tehát őrültem vezetem úgy, tehát már igen, többször láttam. És, na hát ilyen eseteket keresünk. Levi, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szépen köszönöm. Köszi, ciao. Írjátok meg nekünk, jó, hogy kinek milyen durva közlekedési helyzete volt, illetve azt is, hogy mivel védekeztek, mi van az autóban, fel vagytok-e készülve erre? Igen. Meglepődnék, hogy mennyi autóban van már hasonló egyébként. Ti mit csináltok, hogyha nagyon a feneketekbe jönnek? Hátra szóltok el, hogy doktor úr, nehéz napom volt, szeride be. Várjuk az SMS-eket, jó? Igen. Szuper B volt, igen, szuper B volt a Skoda. Jó, nem Oktávia. Én erre Oktáviát mondtam, de szuper B volt. Igen. 7:08 pontosan 5 percre várjuk az SMS-eket, jövünk mindjárt a hírek után. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva. Egy Facebookra feltöltött nyit levéllel foglalkozunk, és közlekedési eseteket boncolgatunk, hogy mennyi örült van az utakon, erről beszélgettünk. Ugye, egy srác nyit levelet írt egy céges autóval közlekedőnek, egy Skoda Oktáviához, és Skoda Oktávia vezetőjéhez, aki ugye befékezett állítása szerint előtte, ő megpördült, és felszólította, hogy ha jelentkezik, akkor visszavonja a feljelentést. És arról beszéltünk, hogy milyen őrült esetek vannak a közutakon, ki milyen típusú vezetővel találkozott már, a belső sávot nem elhagyni nem akaró, a hátúrád mászó, a leporozod agresszívan verekedő, vascsővel mutogató, lőfegyverrel fenyegető, hát minden típust megírtak. Igen, már ez a fegyelmező típus, mert gyakorlatilag ugye ez a nyílt levél, ez tényleg csak egy témaindító volt, nem tudjuk, hogy igazából pontosan mi történt, mert senki nem akart nyilatkozni, de számtalan esetet felhozhatunk volna, például a múlt héten volt egy olyan sztori, nem tudom, emlékeztek rá, amikor szintén fegyelmezés közben egy autó lefulladt. Be akarta fegyelmezni a mögötte jövőt, lefulladt, aminek következtében a mögötte jövő 4 autó összetört, és az illető elhúzott a helyszínről. Elhúzott, meglépett, de visszament talán. És volt olyan család, ahol 2 autó tört össze emiatt. Tehát ez tényleg tipikusan olyan eset volt, hogy nem ért el a fegyelmezés, az idézős fegyelmezés a célját, ha egyáltalán. Igen, ez a fékezgetés, ez nagyon veszélyes. Tehát ezt azt csinálja, aki tényleg tudja, az se, mert ezt szokták úgy, ugye, hogy jobb lábbal nyomod a gáz, és bal lábbal egy picit átlépsz a fékre, csak felvillantott. Csak sokan nem tudják jól megcsinálni, és satúznak. Na most neki nem sikerült. Villaggatni se nagyon szerencsés, mert a mögötted jövő megijed. Tehát ez nem egy jó módszer. A bal lábad a kuplunkhoz van szokva, így van. Mindig tövig nyomsz. Így van. És hiába gondolod el agyadba, hogy csak egy kicsit lépek. Azt nagyon ügyesen kell. Annyira megnyomod, hogy leférled te is a szélvédőt, és az rutinosan kell csinálni. Na itt a vérprofi ebben az esetben le is fulla. Azt hagyjátok meg Balina. Így is. Bali néha átlép bal lábad, de csak nagyon óvatosan, ha valaki nagyon hülye mögötte. De nem egy jó megoldás. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggel, ciao. Haló, jó reggel, sziasztok. Hello, szia. Taylor, ez a neve Taylor? Becenem. Jó. Oké, neked is volt ilyen fékezgetős sztori, úgyhogy gyerekült a kocsiba, mi történt? Hát vittem a srácaimat edzésre, 2 kiskorú gyerekről beszélünk, és egy kereszteződésben az ember úgy kivágott elém, hogy ott már eleve satuznom kellett, rádudáltam, és akkor jó ember nyomott még egy satút, de akkor már akkorát, hogy akkor át kellett fékeznem, hogy a srácaim a hátsó ülésen beverték a fejüket az első ülésbe. Tudom, az ember agya elborul ez a fékezgetés. Persze. Igen, ettől igen. Nem, megértem. És? Hát és akkor elborult az agyam, megelőztem a jó embert, és akkor mint az akciófilmekbe keresztbe beálltam, elég kiszálltam, és akkor amikor ő is szállt ki, akkor mindjárt kapta az intő pofonját. De figyelj, nem jut eszedbe, hogy 2 gyerekkel nem éri meg? Nekem mindig a Viki mondja, hogy ha gyerek van, hagyjam. Az a srácok, hogy nekem pont az jutott az eszembe, hogy 2 kis gyerekem ott ült a hátsó ülésen, és őket veszélyeztettek. Na jó, de azért befékezni előtte keresztbe se szerencsés 2 gyerekkel, nem? Tudod, én erre mindig azt mondom, hogy te biztos erős vagy, de lehet, hogy neki pisztolya van, mert már van olyan, akiné van. Meg mi van, tudod, ha bepördülésnél ő szépen oldalról elkapja a hátuljadat? Én értem, amit mondasz, meg tök igazad van, csak az ember mindig azon gondolkozik, hogy megéri-e 2 gyerek
gyerek ott ül mögötted, megijednek, sokkot kapnak, bepördülsz előtte. Az ember agyát közben tényleg elönti a vér, hogy hát jó, srácok, amit most utólag itt elmondtatok, az nekem utólag az elkövetkezendő 5 percbe jutott eszembe. Nyilván, persze. És be is vertél neki egyet? Hát pofonyát megkapta, akkor elkaptam a grabancát, főkentem az autóra, és akkor... Gyerekeknek szóltál, hogy ne ellenézzetek, apa elintéz valamit, nézd meg a másik oldal. Papa most egy picit önbíráskodik, balra elnézni. Jó? Laptopot bekapcsolni, telefont figyelni, játszani okosan. Vegyétek elő a Garfield képregényeket, jó tudom, már 100-szor lehet, nem baj, most olvassatok, még első oldalt valamit, papa intézkedik. Közben meg azt gondolom, hogy az ilyen hülyének néha ez kell, szóval mindig az keménykedik, akinek van egy ilyen kemény kisebbségi komplexus, ha azután megkapja a pofonját, lehet egy életre megtanulja, és többet nem csinál ilyet. Bár nem vagyok az erőszak híve, meg nem szeretem ezeket a felvételeket, amikor azt látom, hogy kiszállnak és megy az ökölfáj, de néha az embernek nincs más lehetősége, tényleg, főleg ha elborul az agya. Lett valami az ügyből, feljelentés, rendőrség, semmi? Nem, hát utólag ő is belátta, az volt neki mentegető szövege, hogy az a szerencsém, hogy ő nem látta a gyerekeket, de most látja, hogy ott vannak a gyerekek a kocsiba, és most azért nem adja vissza a pofonját. Mondtam, hogy ez vérző orra, beült a kocsiba. Az orra nem, de fáj a vérző. Hát nem jó megoldás, ezt nem támogatjuk. Azért Taylor, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello, ciao. Itt van Attila, hello Attila, jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Milyen érdekes, hogy csak pasik telefonálnak azért leginkább, bár női hallgatóink is írtak SMS-t. Attila, veled mi történt? Ez ott volt, nem messze, ahol te laksz, azt mondom, egy cukrász az M0-ásnál, és jöttem, vittem az anymamámat a telekről, nyár volt, jött majd egy zárónalos kanyar. És nagy tömött sor, egy kocsi elkezdett előzni, és hát ha nem engedem be magam elé, akkor a frontálisan neki megy a busznak, ami jött szembe, lefelé a lejtőn. Beengedtem, és rábilogtam, hogy legalább köszönj meg, hogy beengedtelek. Erre fogta a srác, hátra nyúlt a hátsó ülésre, és a nyitott ablakon keresztül meglóbált és szamurájkal. Hátra nyúlt a hátsó ülésre, és elővett egy szamurájkardot. Jézus! Meglepődtem egy kicsit, nagymamám az ugye teljesen kiakadt, és így ott a nem sokkal később ott a mechanikai műveknél van egy piros lámpa. Igen. Na most ő megállt, meg én is, én kiszálltam, és megbeszéltük a dolgot. Hát ő nem mert kiszállni a kocsiból, mert látta rajtam, hogy eléggé felpaprikázott a dolog. Tipikus ilyen fiatal gyerek, menőnek gondolva magát, a barátnének fönn a lába a műszerfalon, tehát mindenki nagyon vagánynak érezte magát. És te bekopogtál egy 45-ös bicepszel, hogy gyere, tesó, szállj ki, akkor megbeszéljük? Hát le volt engedve az ablak, így adolóbálta meg ugye a kardot, de nem lehet kiszállni. Közben zöldre váltott a lámpa, mögöttünk hosszú sor, de látták szerintem, hogy feszült vagyok, és nem nagyon mert senki kiszállni, semmi. Hány kiló vagy? Hát, megértem, ha nem dudáltak. Most én dudáljam, nem sietek én olyankor. Azt gondolom, hogy mindig az ilyen kis nyikhagygyerekek szoktak így nagyon, nem tudom, vagánykodni, nem értem, hogy miért, mert ha most ő kiszállt volna, akkor az összesség elég hamar eldőlt volna a párbaj. Nem igazán értettem, hogy mi volt. Van a kivételek, én soha nem szállok ki. Nyikhagy vagyok, de nem harcoskodok. És nagyikád mit csinált az agyósülésen? Majdnem nekem jöttél egyébként, és rájött, hogy hibáztál, és sűrűn bocsátot kértél felemelt kézzel. A Jani? Jani? Nem a Jani, te Balázs. Majdnem neked mentem. Így van. Én így tudok elnézést kérni. Tehát teljesen sport, hogy voltam, rájött, hogy hibáztál, és akkor gyorsan felvetted a kezedet, hogy bocsi. Én csinálok olyat, csak a bal kezébe egy szamuráj kardot, ha jobban meg egy nunchakot. Igen, és a Viki úgy mellettem feltett lábbal az agyacsülésen. Két negyed. Mindenki hibázik, de én sűrűn elnézések. Én megmondom, bocs, én nem láttam mekkora, vagy nem is emlékszem, de én fölteszem a kezem. Szerintem az tök jó, meg ha beengednek akkor, és bocs, oké, most ez kicsit elrontottam. Meséltem a fiamnak, hogy majd nekem jött, és teljesen boldog volt a fiam, hogy jaj, de ugye a Balázs majdnem megkezdett a pap. Jó, hogy nem mentem neked halvaszt. Nem bocsánatot kérd, csak felemelt a kezét, neki így is megy. Így is jön vagyok rá a dönek. A nyugitesem, nyugit combbal vettem a kanyar. Nem, én ezt megteszem, én csomószor kérek elnézést. Még egy esetet elmondom gyorsan, volt még eset, az meg tököli hundai sarkán sétáltam át a gyalogos átkelő, hogy nyár volt, és ott sétáltam át zöld lámpánál. Kocsi jött kis hívbe kanyarodott, de egy csaj meg a pasia, és kiszólt a csaj, hogy igyekezzek már. Pedig zöld volt a lámpát, én tök novesan mentem át, mutattam neki, hogy számítottam a kezemet, hogy hát nem kell azért kiszólni. Erre a srác kiszállt a sofőr, kezébe egy ilyen hatalmas nagy ilyen szerelő kulcssal. Ilyen féltengerszerű nagy hatalmas kulcsa, és mondja, hogy miért szólok be a barátnőnek. Hát nem szóltam, és mutattam, hogy nem kell neki kiszólni, mert zöld a lámpa, és így mennék át. És tele volt az átkelő hely, tehát ott vártak ott a lámpára, és mondtál volna, hogy figyelj, ilyen kemény, hogy kiszállt ebből a szerelőkulcsom, tedd le, és így beszéljük meg.
itt közönség, minden sem mondja a közönség, hogy igen, öreg, tedd le a kulcsot, és úgy mennek ilyen ennek a szállítani. És itt teszek a nagy darabra egy ezerest. Persze, és megjelent két bookmaker, aki fogadott rá. Maximus! 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 És letette a kulcsot, vagy visszaült? Nem, a srác elgondolkodott, meg visszaszállt és elment. Tehát rájött, hogy ez a közönségnél neki ciki, hogyha most nem teszi le a kulcsot, ha meg kulcsa jön nekem, akkor az meg megint olyan ciki. És fogta magát, gyorsan beült, vissza és elment. Mondjuk picit, mintha vonzered ezeket a szituációkat. Igen, mondani, hogy Attila, azért te kicsit keresed ezeket a helyzeteket. Nem lehet, szóval hogy ő csak egy sárga angyal volt? És mögötted lerobbant egy volámusz? Kiszállt a csába nyemelővel, barna! Ez a három eset volt csak, tehát a többi minden máshoz. De jó, hogy elnézést kértem tőled. Jó van. Oké. Köszi, ciao. Hello. És most hazaviszlek a gyereknek. És bennálltunk a kútnál, és odajött ez a csáv, és lobált azt a csövet, és érted? Hát tök fenyegető volt. Nem, ő csak a kutas volt, és szerette volna megtankolni az autót. Igen, dugulás volt a kúton, ő egy csőgörényes volt. Csak. Igen. Azt mondja, hogy Szegeden láttam lámpánál az első autóból kiszállt az ember, odaszaladt a mögötte haladó autóhoz, és letépte az antennáját, és azzal csapkodta meg a másik autóst. Ezután visszaült a saját autójába, és elhajtott. Tényleg, hogy milyen állapotban vannak az emberek, nem? Mi történik körülöttünk a világ? Valószínűleg ez egy ilyen közös mentális állapot. Mindenki feszült, ideges, agyonhajszolt, és egyszerűen a közlekedésben jön ki, nem? Tehát ennyi nincs benne, mint amit az emberek beleraknak. De saját kis légteredben van, ugye mindig azt mondják, akik ezeket próbálják megfejteni, hogy az zajlik, hogy te ülsz az autódban, ami a nagyon a tiéd. Tehát te sérthetetlen vagy, az utak királya, egy übergiga csávó a saját kocsidban, és bármi, ami ezt veszélyezteti, igen, azt te robban. Az életeden. Érzed a fenyegetettséget, hogy jött az őszhajú, szemüveges, a hón alatt az a két kilós veknyel húztam azután azt a kerekes kocsit, és annyira fenyegető volt. És ment át a lehel piacon élete kockáztatásával egyik oldalról a másikra, igen. Hungária körúton dobált meg egy férfi üres töltényhüvelyekkel, majd miután szószót követett, beállt elénk a sorban, nekünk tolatott és elhajtott. Mindezt azért, mert megelőztük őt. Szerencsére a mögöttünk haladó rendőr megállított, és azután is a rendőrségre járunk. Szép napot, elnézést, azért üres töltényhüvelyekkel. De rossz. Azt mondja, esti forgalomban a sárgán villogó lámpánál áll egy idősebb hölgy, hát a mögött kb. 5 perce, mire megkérdezzem, halál nyugodt, hogy mire várunk. Vár a zöld lámpára. Szerintetek sírtam vagy nevettem? A sárga villogónál várni zöld lámpára az valóban igen. Esküvőről hazafelé pár kilométeren a seggemben jött egy autó, megelőzni nem tudott, de jó poénnak szánta a villogtatást. Fotósként volt nálam vakú, feltekertem maximumra, a hátsó üvegre felé fordítottam, és büntettem. Satúféket nyomott, lehúzódott, 5 másodpercen belül eltűnt mögülem az álmok futó, kiégettem a retináját. De jó, ez zseni. Hát nyilván ez is veszélyes azért, de szerintem édes bosszú. Igen. Az én céges autóban van egy kisebb méretű porraloltó, majdnem fél liter kénsav, ha durva lenne a szitu. Békés megyeren egy töltényhüvelyek, kénsav, most igen, mert valakit meg emberi csontokkal dobáltak meg, véres kötszerrel, gipszdarabokkal. Igen, Békés megyeren egy baseball ütővel jött rám egy pasi, szerencsére a kocsi motorházvezetőjére csapott egyet. A mai napig nem tudom, mi volt a baj. A kétsávos körforgalomról magyarázott valamit, de akkor sem értettem. Aztán verekedni akart végül. Végül elment. Jöttünk haza vidékről az M3-ason, beleszaladtunk egy dugóba, plusz másfél óra ácsorgás, végre tudtunk haladni 100-zal. Max, rühelem a belső sávba haladás, még 130-al is kimegyek a külső, amit lehet. Muszáj volt bemenni a belsőbe, és vagy 4 kilométeren keresztül mentem egy ember után, aki nem volt hajlandó ugye kimenni. Mikor a belsőbe mentem, rágyorsított, hogy ne tudjak elé sorolni. Tipikus. Ennyire tipikus egyébként. Kínlódok, de ebből nem reflektorozok. Erre megjelent mögöttem egy Audi, mint az állat, full reflektor, villogás, duda, hogy én már, hogy én is már túl közel megyek az előzőhöz. Bemegyek a belsőbe két kamion közé, feleségem leszúr, hogy mit csinálok, mert ez veszélyes, erre az Audi is dudával kísérve mutogat. Majd ő megy előttem a haladó autó mögött, úgy, hogy adjatok majd pohár vizet, kiszállnak. Kicsit hosszú, ez ilyen 4 oldalas esemes volt. 3-4 kilométeren, de... A 8-as hírek után még folytatjuk. Ez is Isten. 10 óra van, itt hagyjuk. Balázst, hadd olvassa fel, holnap reggel folytatjuk. A kérdés mit mond Dóra? Így a karácsony nyomtatásban is megjelent. Köszönjük, hogy bejelölted. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Majd elmegy előttem a haladó mögött 3-4 kilométer, de ott is reflektor duda játszott, ilyet miért kell csinálni. Itt a vége. Halló, jó reggel! Sziasztok, Dóra vagyok. Kitalálom, mit mond Dóra visszafelé. Az jó, le a kalappal az SMS írója előtt, volt benne vitamin. Volt. A sztoriban nem volt annyi, de az SMS-ben volt. Hú. Keresztbe áll a szemem. Hello, jó reggel! Ciao. Honnan hívtál minket, Dóra? Most Gödöllőről, mert itt dolgozom. Dóra ellen. Ez jó.
De te nem az a Dóra vagy. Én nem az a Dóra vagyok. Ja. Jól van, mit dolgozol? Cukrász vagyok. Hoppá! Illés bácsina? Nem. Néhány kilométerre lehet Erzsébet. Rovarírtó vagyok, Illés bácsina. Igen. Ó, Istenem. Na jó van, figyelje, azt mondja, hogy van egy híres emberünk és egy szólásmondásunk. Híres ember. Híres ember? Jó, beszél a telefonban, Léci, nem hallunk. Rendben, híres embert választom. Nagyon jó. Indítjuk az órát, fél percet van, figyelj. Retép, soroljam. Retép, soroljam. Retép, soroljam. Majoros Péter. Jó vagy! Azt a mindenit, hát mindenki milyen jó már ebben a játékban. Így van, Majoros Péter. Ő volt a feladvány. Mondhatni Majka. Így van. Nagyon kedvence. Most már Majka is elmondhatja, hogy szerepelt a Klassz FM-en. Így van. Ott még nem szerepelt. Igen, már mindenhol máshol, de itt még nem. Igen. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Hány éves a lányod, hogy szereti Majkát? 12, de már 8 évesen ott csápolt a kis tartsai napokon az első sorba, úgyhogy... Ó, a kis tartsai Majka koncerte. Nekünk még csak ez jut, igen. Majka körtiszennyel 8 éves kislány, tényleg? Azt persze, imádja. Hát nem tudok mit csinálni, nem tudok, ezt választotta. A betyárját. Na jól van, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, további szép napot nektek. Ciao, köszi, három perc van, hogy kérdezgették, hogy és Fási Ádám is lesz? Hol van Zsilike? Nem ezt ígérték? Nem rossz a cúrt és se, de mikor jön már Hotel Szilve? 2 perc, a pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-ben. 8 óra után vagyunk pontosan. 12 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk. Hát, itt legalábbis felettünk, ugye nem beszélünk általánosságban, mert lehet, hogy az ország számos pontján süt a nap. Itt elég szomorkás az időjárás Budapest felett, de holnap már egy kicsit jobb lesz. Holnap már egy kicsit jobb lesz, állítólag jön vissza jó idő, hétvégén még sok eső lesz, de aztán, hétközben is. De hétközben is. Mindez, nem aztán végén. Még több. Igen, de jövő héten már szárazabb légtömegek érkeznek hazánk fölé, és jön vissza a jó idő. Nem akar beröffenni ez a nyár, nem? Hát azért a múlt hétvége, hello. Alakul, hello. De hogy még ilyenkor már volt. Múlt héten már, vagy a múlt évben már ilyenkor dübörgött a nyár, és most valahogy azért ez igaz, igen. Egy kicsit esősebb lesz. Úgy néz ki. Na, Élesarki felüljáró alatt elakadt autó áll, a sor az Árkádig áll, Jani. Köszönjük szépen, hogy elküldted. Sokaknak tetszett Tupac. Jó is volt. Egy jó kis Kalifornia láb, hát az mindig jó. M6-os 82-es kilométerénél Pécs felé készülnek fotózni, most álltak ki a felüljáró után kell őket keresni, egy picit rejtve vannak, de észre lehet őket venni. Elég a küldt SMS-ben, köszönjük szépen. Monornál a 4-esen Budapest irányában két személyautó ütközött, várják a helyszínelőket, torlódás van. Bács-Bokodon, remélem jól mondom, baleset kis teherautó személyautóval ütközött, egy sávon lehet csak haladni. Ezt Zselé küldte nekünk, és fotóznak az M1-esen, a 87-es kilométernél a hidról mérik a Pest felé érkezőket, ezt pedig Pálesz küldte nekünk. Elindult a ceglédi vonal, ezt sokan kérdezitek, mert néhányan még áldogáltak a megállóban, magához tért a váltó, eltakarította a mával lehulló faleveleket. Felébresztette a baktert, igen. és a hajnali 15 fok kiolvasztotta az éjszaka befagyott váltókat, úgyhogy jár a vonat. Jár a vonat, egy 50-60 perc késés, és bent is vagytok. Én most rámentem erre a más tartos térképes cuccra, tudom, igen? Ami jelzi különböző színekkel a vonatokat. Hát az, amiről te beszélsz, ez a cegléd nyugati, az csak 24 percet késik, ők azt írják. Ez nem olyan sokat, 60 perceket írnak a hallgatóink. Igen, akkor van a Záhony Budapest, az 36 perc, és van egy Záhony Budapest másik, az van 64 percnél, vörösen így villog, áll. Tényleg? Nagyon kemény. Atya úristen. És ott jelzi a késést is? Igen. Rá kis kurzort rávezetett. Ja, tudom, ami zöld az helyén van, ami piros az nagyon késik, igen. Ugye? Különböző színekkel jelzik. Van a kis sárga, az csak egy 10 percig van a sárga, van egy ilyen kis
barnáska, az már a 36-os, meg az 50-es, és egy óra fölött pedig vérvörössé válik. Nagyon jó. Japánban ezt mutatná a térképen, az ügyeletes vezető meg konkrétan berendelni magának a törtési rituális szepukút követni. Japánban az lenne az ország legpasszívabb applikációja, nálunk meg a legaktívabb. Hogy csinálják? De mondjátok meg, tényleg hogy csinálják? Nem is kell elmenni Japánig. Amsterdam, az 15 óra 29-kor. 15 óra 26-kor átszól a pénztáros, hogy siess, mert 3 perc múlva itt a vonat. Nem, én nem hittem el. 15 óra 29-kor megérkezik a vonat. És azt jelenti, hogy indulás 15 óra 31-kor. Van 2 percet, tessék felszállni, és megy 30. És 15 óra 30, 50 másodpercnél becsukja az ajtót, és takra pontosan elindul. És azt hiszed, hogy álmodsz. Annyira szürreális, nem hiszed. Egy tényleg rettenetesen nyomasztó. Megvédve a mávot, szerintem azért vannak ilyen halmozottan hátrányos helyzetű vonalak. Országok. Mint mi. Ilyen vonalak. Mert amikor a kitelepülésre utaztunk, én azt tapasztaltam, hogy az intercity-ek azok takra pontosan mindig ott voltak. Tehát lehet, hogy csak én fogtam ki egy jó szériát, egy zöld hullámot, vagy én nem tudom mi, de hogy ott mindig takra pontosan, percre pontosan ott voltak, és úgy is indultak, ahogy egyébként ez meg volt írva a nagykönyvbe, illetve na jó, ahogy én az Elvén olvastam. Tudsz figyelni, tehát te vagy a vonatindító csávó. Ha Intercity, akkor figyelsz rá, ha egyébként piros bzmut, akkor nem. Valószínűleg modernebb vágányokon közlekednek gyorsan. Ugyanazon megy, az Intercity ugyanazon megy, mert nincs két vágány, Intercity vágány, meg kis kék vágány. Nem úgy értem, hanem, hogy ahol az Intercity megy, azokat a vonalakat felújították, de ahol állandó baj van, mint Szeglét, Szolnok, nem tudom. Ott is van Intercity. Bivaj somorja. Új, de szép rész az. Bivaj somorja. ott viszont régen, én nem tudom, de tényleg rettenetesen nyomasztó. Tehát elmész egy kis kofferedbel, fölülsz, és azt mondta, hogy atya úristen. Hogy majd egyszer odaérünk. Micsoda lemaradás. Micsoda lemaradás. Így kell megkezdeni, majd egyszer odaérünk. És azt gondolod, hogy van időd, még úgyis késik 2 percet. Nem, ott van. Beáll. Kemény. És van másfél órás szakasz, és megmondja neked, hogy mikor vagy a végállomáson, és percre pontosan akkor vagy ott. És kicsit örülsz, de azért úgy kicsit ráz is a hideg. Hogy? Hogy csináljátok? Földön miért jött túli nektek ez ennyire össze? De tényleg döbbenet. Tehát ez elképesztő. A Miskolc Kazincbarcika a másodosztályú, az is egyébként pontos volt, ami most így emlékszem. Ez nagy dolog akkor, hát dicsérjük meg őket, az nagy dolog. Azért működök. Egy brutális Miskolc Kazincbarcika. És milyen állapotban vannak a vonatok? Még mindig szörnyű. Tehát, hogy hát a másodosztály az olyan kicsit nosztalgia engem támadt. Tehát, hogy az a szag, az, amit semmivel sem lehet összekeveredni, minden keveredik mindennel. A fáradtolajnak a szaga, a fáradtolajéval, a fémnek a zomác festék, a nem tudom minek, tehát, hogy ott minden, ami kijön a WC-ből, dettó, tehát, hogy az egy időutazás volt. De az Intercity-k azok teljesen más történet, más megítélés alá esnek, azok szerintem hozzák a 20. századot. Hát, a nagyon 21. 21, sőt, a Velence felé tartó vonat, az nem 21, igen, az 22. Igen. Képzeld el azt az embert, aki minden nap úgy megy ki a megállóba, hogy nem tudja, hogy mikor jön a vonat. Azért ez, hát, szóval, hogy azért ez rettenetesen demoralizáló. Hogy úgy indítod a napodat, hogy kimegyek időbe, általában késik. Kimegyek, de minden nap kimész időbe, mert mi van, ha pont aznap esetleg nem késik. És 10 éve minden nap ott állsz, és vársz. És nem jön az a rohadt vonat. És a szerencsére legalább meg tudod nézni egy ilyen applikáció, hogy kicsi sárga, kicsi piros, kicsit zöld, hol van a vonatod? Valaki mondta meg, hol a fenében van a vonatod, nem? Szörnyű. Igen, ebben nehéz megtalálni a pozitív vonatot. Nem tudod. Ők az nem ország legolvasottabb emberei. Ráérsz ma rá. Hát, ha van applikációjuk, van okostelefonjuk, ki tudja, van-e, szóval eltán tanástalan a órák azért azok, amikor minden napot úgy eltöltesz a gyerekkel. Mávnak kellene ilyen mozgókönyvtárt, nem? Amíg a vonat jön, lehet kölcsönözni Jókai összes. Visszaviszed az aranyembert. Igen. Ki olvasná mindent. Igen. Egy idő alatt. Na mindegy, jó. Na, kitartás mindenkinek. Szeretem ezeket a kis példáidat, na, amiket így mindig bedobsz, meg fölhozol, hogy most Amsterdam, meg ilyen, nyilván ott sincs a kerítés, hát kolbászból, és ugye neked vannak ilyen nagy ikonjaid, akiket néha elénk állítasz. Szeretném felhívni a figyelmedet a Leonardo DiCaprio nevezetű fiatal. Tudom, hogy kedveled, és szorítottál ugye az Oscarért, és hogy milyen nagyszerű színész. Jó, az egy szállalom Oscar volt. Mindegy. Jó, de előtte volt 3 olyan film, amiért viszont megérdemelte volna. Igen, én megnéztem az a film késéssel, de megkaptam. Leonardo DiCaprio szenved 2,5 órát, hogy végre megkapja az akadémiától az Oscart. Nem egy erős film. Medvék és egyéb jószágok, vagy farkasok, igen, vagy mi az Isten társaságában. És hát én többször hallottam már tőled, hogy nézzétek meg, így kell egy világsztárnak viselkedni. Na, igen, hogy ő példát mutat azzal, hogy ő ugye nagyon sokszor elmondta azt, hogy ő mennyire zöld, mennyire környezettudatos csávó. Ez a fiatal ember, és hogy odafigyel, a népszerűségét arra használja, hogy fölhívja az ilyen dolgokra figyelmet. Kérlek szépen,
A te Leonardo DiCapriód mindenféle megfogalmazás szerint is elnézést a világ egyik legnagyobb gyökere. A következőt volt képes csinálni, Franciaországban volt. Kámban gondolom, ugye? Kámban, így van. Kámban, mert ott neki dolga volt, és hát el kellett szaladni a New Yorkba, majd vissza kellett szaladni a Franciaországba. A New York-i látogatásának oka az volt, hogy átvegyen egy olyan díjat, amit pontosan azért kap, mert ő környezetvédő, tehát hogy zöld. Tette mindezt az ő magángépén egyedül, érted? Ahelyett, hogy fölült volna a Párizs-New York tengelyen közlekedő igen. Air France gépre, és a másik 200 utassal együtt tök normálisan elmenjen. Hát ez nem zöld, ez egy gyilkos. Hát ő az óceánok. Ez egy gyökér. Ez egy gyökér, ezt nem én ezt idéztem, a gyökeret elnézést. Érted? Hát ez tönkreteszi a légkört. Ez a csávó, ez a senki, ez megmérgezi az óceánt, ez az utolsó, emiatt fákat vágnak ki, hogy kerozint csináljanak az űrre, a repülőgépébe. Uh-huh. Most az ne zavarjon benneteket, hogy nem fából van a kerozin. Igen. Ez a kis zavar, ne zavarjon igen, benneteket. De biztos, hogy kell fa a kerozin előállításához. Tehát érted, az van, hogy ő elszaladt New Yorkba. Majd visszament Kámbor, az Amfár gálára. Majd visszament erre a... Igen, erre. Utáni jótékonysági gálára talán. Igen. És ott is előadom, hogy jaj, hát a jótékonyság miatt. Hát most na, ez, mit kellett volna csinálni? Menjen gyalog? Nem, gyalog menjen nem, ott az óceán. Egy Kán-Párizs másodosztály vonattal a Sárzégolon üljön fel egy másodosztályra, csekkolgasson be ott 300 másik utas mellett, vagy mondjuk első osztályra, menjen el New Yorkba egy menetrendszerével. Miért baj, hogy a magángépével ment? Mert ha nekem valaki zöld, akkor olyan, mint a Jani. Érted? Aki BKV-val jár. De csak olyannal, ami be van kötve a kötött pályára. Már nem megy olyannal, ami gázolajjal megy. Emlékszem, amikor voltunk Kánban, a meccsekben, mert hogy ott van egy nagyon kedves kis üdülőfalu, amit így hívnak. Én vonattal jöttem na, vissza. Érted ezt? Hogy miért kell ezt csinálni? Én nem tudom, én ezt mindig kicsit annak gondolom, hogy a keserű irigy újságírók, akik egyébként a negyedét, az egytizedét, az egyszázadát se teszik meg a környezetért, a kákán és csomottalának is belekötnek le. A keserületőlegedő műsorvezető a rádióból. Öreg, 13 000 kilométert repkedett egy nap alatt, hogy megjutalmazzák környezetvédelemért. Hát oda el kell jutni valahogy. Figyelj, már most erre mit mondjam, nehéz, de kicsit demagóg az állítás, azért az kell, hogy mondjam, de figyelj, ha őt persze elrepül magángéppel meg vissza, de közben azért ő egy mondatával többet tesz, meg tud tenni, mert abban a helyzetben van mi mindhárman mondjuk egész életünkben, mert rá mindenki odafigyel és bárhol beszél. Nem érdemli meg, hogy magángéppel menjen? Ezt tudom most, szennyezi a környezetet. Tényleg mit kéne csinálni? Most hagyjatok már mezitláb kanosszajárásba elsétálni Párizsig, és másodosztályra repülgetni. Mondjuk egy menetrend szerinti járattal mondjuk beülni a hétköznapi földi halandók közé, és akkor ott úgy átrepülni, hogy egyébként vannak rajta kívül még ott 300-an vagy 400-an vagy ilyesmi, van és az első osztályon olyan helyen. De közben ad vissza annyit az ő környezetének, anyagilag, támogatásra, hát minden. Hát most kátrányt. Ja, Istenem, ne legyetek már. Kipufogongázt a repülőből, hogy miért kibelőtt. De miért lenne fura? Ez pont olyan, mint amikor a Madonna annak idején szintén egyébként előjött, valahogy egyébként az idősödő sztároknál ez mindig így előbb-utóbb bekattam, hogy valami nagyon jót akarnak tenni a földért, és akkor vagy ilyen jószolgálati nagykövetek lesznek, vagy hirtelen állatvédők, vegetáriánusok és környezetvédők, miközben korábban semmiféle előzmény nem volt ennek a dolognak, és Madonna is azt mondta, hogy így a környezet, így a globális felmelegedés, úgy az ózonjuk, stb. Aztán meg kiszámolták, hogy már amíg körbe repkedi a világot egy turné kapcsán a világon, hogy mennyi. De ez annyira demagóg is. Hogy osztuma. Mennyi. De ez egy szerintem az demagóg, ez gyerekek, nem, de tudod miért. Oké, bocsánat, elkölt egy csomót, igen, ő elviszi, utaztatja a cuccát, meg nem tudom, de ha minden koncerten egyébként 80 ezer embernek, mint ikon elmondja, hogy vigyázzatok a környezetre, engem nem érdekel, hogy hány kamionnal megy, mert többet nyerek azzal, hogy ő egy év alatt eljut mondjuk 8 millió emberhez, vagy 6 millióhoz, akkor az ő koncertje, az üzenetével, mint hogy 4 DAF kamionnal ott most zötyög a világítás technika. Tehát ezek a demagóg újságírók el tudok őrülni. Ez, én nem teszek semmit, kesergek egy klaviatúra mellett, szemét Leo, meg szemét Madonna. Hát tegyél annyit, keres annyit, legyél világsztár, aztán oszd az igét. A keres annyit, azt értem, ez az valósan is tudok rá. Hát csak 5 ember kezd a Madonna miatt vigyázni a környezetére, már megérje, menjen, utazzon, de közben 80 ezer emberre szól minden második este, hát azért ne. Azért fura az, amit mondasz, mert három akkor Volvo kamionnyi cuccot ne hány torgassunk már szemére, hogy bejárta vele a világot, meg mondjuk egy 7-4 hát azért annál se, kicsit több a dolog szerintem, mint a három Volvo kamion, vagy DAF, ugye, amit idéztél az előbb. Itt szerintem a legnagyobb baj azzal van, hogy nem az a baj, hogy Caprio magángéppel jár, mondjuk elmegy például
a forgatására is viszont senki észre nem venni, hogy legalább ebben az esetben, amikor ezt a zöld díjat veszi. Ment volna tandem biciklivel, és termelt volna áramot közben. De szép gondolat, de nem, hogy legalább, hogy tudod, még marha nagy üzenetértéke lett volna, tehát hogy tényleg akar ezzel élni, hogy ő egy ikon, akkor üljön fel a izére, a Cannes-Párizs vonatra, üljön fel az első osztály, vegyen első osztályú jegyet, senkit nem fog zavarni. Hát és a francia államvasutak azért egy picit talán megbízhatóbbak, mint a amik felénk jár. Nyilván Leonardo DiCaprio francia államvasutakkal megy majd el New Yorkba. Egy Cannes-Párizs 6 óra alatt zögykülődik. Nincs 6 óra Cannes-Párizs. Van egy csomó olyan világsztár, én tudok ilyen nagyszerű sportoló, és aki például fél a repüléstől. És ő mondjuk adott esetben mondjuk két BL meccs között, vagy két BL meccs helyszínek között, mondjuk vonattal vagy autóval teszi meg a távolságot, csak azért, mert nem. És nagy ember, rengeteg pénzt keres. Nincs más választása, mert nem mer fölülni a repülőre. Nincs más választása. Ott a válasz, amit a Feri mondott. Tehát, hogy a Capriónak ráadásul volt másik választása. Én tudom. Bárcsak tudna az ember annyit tenni a világért, mint ő, én is magángéppel mennék simán. De közben, ha tudom, hogy azért 80 millió dollárt adott a Leonardo DiCaprio alapítvány, meg nagyon sokat tett. Bocsánat, van egy saját alapítványa? Neki van azt hiszem egy saját alapítványa, igen. Igen, ő nagyon nagy környezetvédő, meg fákat megy védeni, meg sok-sok dollár milliót tesz ebbe az alapítványba. Környezetvédőnek alapítvány. Meg hát ő ugye tulajdonképpen nem beletesz az alapítványába, hanem működtet egy alapítványt, ad egy jótékonyságot, hát azért ott nem csinálják ezt, ad egy jótékonysági estét, és mindenki együtt vacsorázik, és mindenki befizet az alapítványba, ezért ezek súlyos dollár milliók, amiket aztán elutalnak ennek annak a szervezetnek. Most összegyűjtöttél életedbe mondjuk 100 millió dollár, gyorsan mondjuk, számoljuk át, hogy az mennyi forint. Azért nagyon sok. Most közben magángéppel mentél, ne legyünk már annyira szigorúak, na! Hát de... Nem a pénzzel van baj, hanem a szennyezéssel, érted? Én megértem. Nekem nincs a fényűzéssel bajom. Az, én megértem Leonardot, hogy nyilván egy picit kényelmetlen egy TGV-nek a WC-vel elszivattatni a békapipát az aktuális Liblinggel, magárepülőn azért ez nyilván sokkal kényelmesebb. Érted? Tehát, hogy valószínűleg inkább erre lehet visszavezetni ezt a dolgot. Kripling gondolkodtok. Nem, ez nem kripliség. Egyáltalán mondok, a forgatásra ez már az a klasszik önkéntes rendőrködő házmesteri véna, ami vár rátok 50 fölött majd. Nem. Ez a hulikánok szennyezik a környezetet. Hogy gondolja? Nem, de hát pont nem. Ha mondom, forgatásra megy magángéppel, menjen. Hogy persze, nagy ment volna a Titanickal, írja a hallgat. De tök jó lett volna az üzenetet. Tehát itt azért írták meg ezt a cikket, azért gyökerezték le szegény egyébként, mert hogy egy zöld díját vételére nem mész így. Ki ő? Miért képzeli magát? A Schiffer András tud járni vonattal? Na. Most olvastam róla. Igen. Tessék. Tényleg? Aki most kiszállt? Igen, mert már nem bírta. Visszaadta az autót. Most már vonattal jár. Fizették ki a költséget. Nem volt meg a szellemi erőtér, visszaadtam az Audit. Nem járt a jár vonattal. Igen, és találkoznak akarok vele a Toka Expressen. Írja valaki, hogy a pálinka főzéshez mennyi fát vágnak ki, mi? Amikor te sütöd az ökreidet, és alá tűzelsz, és 8 óráig 130 fokon pörzsölöd a izét, a karajt. 11 óráig. A tarját, malacot, mennyi fát vágnak ki? Fél Amazon az elpusztult. Csak mi vállaljuk. Tudod, hogy nem álságos, tehát mi elmondjuk azt, hogy az azért van, a termék úgy születik meg, az más, és nem lóbáljuk azt, hogy úristen, kitaláltuk a izét, a nem tudom milyen pálinkafőzést, amihez nem kell tűz, hát olyan nincs. De nem mondjuk azt, ő meg azt mondja, hogy zöld. És mit csinál? 13 órán keresztül repült, érted? Oda is, meg zsűr. Vissza is. Te vagy az egyetlen reményem, aki még fiatalos mentalitást képviselsz. Velem vagy? A levágatta a haját. Te vagy még az egyetlen, aki valamiféle fiatalságot hoz ebbe a műsorba. Itt ülök két házmesterrel, érted? Két megöregedett házmesterrel. Hát ez a Leonardo DiCaprio, mit gondolj magájói. Ez ki... Ezek ti lesztek. Ezek pontosan ti lesztek 10 év múlva. Na jó, mindegy, én Leóval vagyok. Azt gondoltuk, persze, mert már csak a magángép miatt nem csodálkoznék, ha. Persze, és amikor kibérel egy jaktot egy hétre, akkor mennyire szennyezi az Adriát, nem? Hát most mi hányan szennyezik? Tényleg. Mi Leó, most állja, ugye jaktot bérel. Földközi tenger, amikor Cannes-ba megy, akkor is ott áll a hajója. Na most bérni, nem vagy mennél, van neki most saját? Nem bérelnél? Hát, ha megtehetnél. Környezetvédő lennél. Ajani tudom, nem bírál. Egy vitorlást, egy szkúnert. Egy halószt. Te a Szent Jupáttal járnál mindenhova. A Szent Jupáttal. Persze. Na jól van. Igen, hát ez egy érdekes dolog. Én bírom őt egyébként. Egy ilyet.
Balázs, igazad van. A demagógia ellen minden eszközzel küzdeni kell. Így van. Le a demagógiával. Fél 80 pontosan jövünk mindjárt, Ákos elmondja a híreket. Jó, és gyorsan mondom, hogy megmutatjuk nem sokára a hármasugrás beugrót, úgyhogy figyeljetek, ha játszanátok. Jó, Ákos után itt vagyunk mindjárt. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc. Most még az időt is eltalálom. Ezen a Leos szorén úgy felhúztam magam, nem látom mennyi az időt, de most jót mondtam. Nem, az úgy fel, hogy még nincsen saját repülőgéped. Hogy ne lenne, ő adta kölcsön a Leónak. Ja, mondjuk igen, ez is igaz. De azért legyünk őszinték, azért ez jó lehet. Én értem persze, hogy környezetvédő, amikor azt mondta, hogy figyelj, most van délután 4 óra. Nem vacsorázunk Párizsban. De fölülsz a repülőre, tehát azért a közben nyilván egyébként a 50-szerre ülsz föl már ugyanúgy unod, mert az emberi természet ilyen. Ne. De azért milyen szabadság lehet, nem? Ha ez mondjuk érdekel, hogy szeretsz utazni, hogy fölszállsz és 8 szoron leszállsz New Yorkba, megnézel egy nem tudom, Metropolitanbe valamit, majd visszarepülsz, vagy Milánóba elmész egy hangversenyre, vagy egy kiállításra, és este már itthon vagy, azért ez klassz lehet. Hát... Nem? Ha valaki ezt szereti, nem a fényűzés meg, hogy kirakod Instára, hanem hogy... Nem köphetem szemen az elmúlt fél órámat azzal, hogy egyébként marhára irigykedek a csámóra. Ugye, hogy, azért, szóval, hogy ez a fajta szabadság, amit ez a fajta luxus így megad neked, és nyilván a tehetségevel ért el, és abszolút nem irigylem, de hogy azért ez így klassz lehet. Nem? Hát, de nem fenntartható. Nekem csak a pénz kellene, amiből a gépet vesz, és vennék rajta éves bérletet, meg diós martlenkát. Meg egy fát. Egy fát is tudom. Két csomag diák csemege, meg egy por vegetamán. Nagyon szeretjük a tofut vegetával. De várjál, éves bérletet szóval azt jövőre is megvennéd már most. Már na, az úgy szép. Nem tudom, hogy mennyire vagy ettől valójában boldogabb. Vagy mennyit tesz hozzá ez a boldogság érzetet, ez, mert ha ez természetes és ott van, egyébként valószínű, hogy hosszú távon nem. Ugye? Tehát az emberi szellem, meg az emberi természet ilyen, hogy vágysz valamire, megkapod, 6-szor beleülsz, átéled, úszol benne, vezeted. 8-szor a basszus, az is ugyanolyan unalmas sajnos. Hát nem lehet a boldogság forrása valami, amit megszerzel, mert az elmúlik. Hát, de csak úgy egy fél évig. Egy picit. Tehát majdnem tök ugyanaz, hogy egy kettes ladába beülni meg a jetbe. Igazad van, de tudod, egy kicsit hadd próbáljon meg bennünket a sors ezzel. A pénz nem boldog, de inkább sírok egy mercibe, mint a 6-os villamoson. Ugye? Nem? Ez egy nagyon nagy igazság, basszus, hogy oké. Értem, hogy nem boldog, de itt vagy ott, hát azért én inkább ott nem. Inkább bögök az jegyes 600-ba, mint a kombinon. Értem. De valószínűleg nem ez a boldogság forrása, lehetőségeid vannak, meg egy csomó mindent meg tudsz tapasztalni, hosszú távú boldogságot nem ad, nyilván, de azért tegyen próbára az életem. Majd én megoldom. Nekem őszintén szóval teljesen mindegy, hogy Vadoné vagy Belucsi, csak Mónika legyen. Ezt szoktam otthon is mondani, nem mindig nevetnek rajta. Hát. De nem így van, tehát, hogy én nagyon ritkán találkozom egyébként boldog milliárdossal. Én szinte egyáltalán. Én találkozom egyeket, és nem látom rajtuk. Mert azt látom, hogy sosem elég, még ez kell, még azt megszerzem, az is van. Te. 60 éves vagyok, de még dolgozom, hogy meglegyen. 40 éves vagyok milliárdos. Én találkoztam egy-kettővel, egy-két igen gazdag emberrel, Magyarországon magyar emberről van szó. És nem látom azt a fajta nyugalmat, vagy azt a fajta kielégülést, amit én gondolnék akkor, hogyha ennyi pénzem lenne, valószínűleg átélni. Nem tűnt boldognak, amikor oda ment hozzád a Nonobuban. Köszönöm, János. Mindjárt diszkrét vagy. Jó, többször is voltál már ott, hát lehetett ez bármelyik magyar milliárdos először. Most nem, konkrétan nem az Andy-re gondoltam, bár ismerem. Én is utaztam már milliárdossal együtt az RTL-ben. Jóba vagyunk. A liftben. És nem tűnt boldognak. Igen, de adott aprót neked a végén. Szóval, érted, hogy nem ez adja meg? Ha ez nem egy belülről jövő, akkor ha akarsz egy medencét, úszol benne 6-szor, megunod. Ha szeretnél egy jacuzzit, beleűsz 8-szor, megunod. Szeretnél egy sportautót, megvetted. Én nem láttam olyat, aki egyébként 10 éven keresztül ugyanabba a sportautóba ült, mert az élményt egy ideig adja meg, utána akarsz egy másikat, jobbat, nagyobbat, drágábbat. Tehát egy állandó belülről jövő hiányérzet az, amit a pénzzel ki tudsz elégíteni, de nem oldja meg hosszú távon a boldogság keresést. Igen, én ezt tapasztalom legalábbisabb tőle az élet. Mert neki nem az a boldogsága, érted, hogy mondjuk ő bringázik, vagy sportautózik, és azért veszi meg, érted a dolgot, és akkor már az érzést elégíteni ki, hanem ő azt gondolja,
gondolja, hogy ezzel az élményszerzéssel majd ő boldog lesz. Nem. A boldogságnak szerintem meg kéne keresnie ő magában azt, hogy mi az útja, és azt utána pénzzel ki lehet kövezni. Tehát ha én bringázni szeretek, 5000 forintos is bringálni is tudok, meg a 3 millió forintoson is ugyanúgy biciklizem, érted? Nem. Ki az a Dalai Láma, basszus? Én meg viszont pont koppantam, a lábam még belakadt a kengyelbe, és húz a ló maga után. Én ezt most nagyon nem értem. Azért, azért vesz magának 3 millió forintos biciklit, mert igen, azt gondolja, hogy az lesz a boldogság. Nem. Igen. A bringázás maga a boldogság, érted? És mindegy, hogy milyen biciklin csinálod. Neki szerencséje van, vagy szerencséje lehetne, mert meg tudja venni a nagyon jó bringát. Aha. Érted? De neki aha, a vágya nincs meg a bringázása, ő egy 3 millió forintos vagy 2 millió forintos biciklit lát, hogy az milyen menő, és azt gondolja, hogy ettől lesz boldog, nem attól lesz boldog, a bringázástól magát. De aranyos vagy, hogy lefordítottad a milliárdosok nyelvét egy igen, bringára. Tehát hát nekem ez jutott az eszembe, de érted? A saját magából indul most ki. Nem tudom, így a bringára. Nem egy Sputnikkal tenger. Nekem nincs drága bicikli, már bocsánat. Most láttam egyet, pont tegnap voltam egy boltban, 2 millió forintos. De hát mindennél van drágább. És azt kirakom Swarovskival, az meg adó. Akkor meg mindjárt többen. De hát azért, pont egyébként talán pont a kerékpár sport, ez egy nagyon érdekes ebből a szempontból, mert én is számtalanszor olvasok fórumokon ilyet, hogy a 50 ezerért már nem lehet normális biciklit kapni. 50 ezer alatt nem lehet normális biciklit kapni. Igen, tényleg. Hát mert én is azt gondolom egyébként, hogy pont a lényeg az egésznek, a két kerék, meg a pedál, meg a lánc, és ugye A-ból B-be el tudja tekerni. Mit akarsz vele, aki már olyan szinten nyomja, hogy egy perc, de azok kevesen vannak. Jó, most nem menjünk át egy ilyen bringa szaktanú csak a tavasz. De ez minden másra igaz egyébként. Tavasz körbeteg, és itt tényleg szerintem tökre ki van olyan, aki úgy hal meg, hogy az utolsó leletében meg azt mondja, hogy Aston Martin, te király volt. Tehát, hogy nem erre emlékszem. Élményeket nyilván szerzel. Tehát ha neked van pénzed, akkor sokkal több impulzus ér, sokkal több mint tudsz megtapasztalni, hát sokkal jobb lehetőségeid vannak, sokkal nyugodtabb és kényesültebb vagy, mert van mögötted egy anyagi háttér, azért az, amekkora szorongást okoz, ha milliárdjaid vannak, azért annyira megnyugtat, hogy azért nagyon sok lehetőséged van. Az egészséged szempontjából elérni valamit nem, tehát az egy jó dolog. De mondom, hogy nem látom őket igazából. Az élmény, mert az élmény az, tehát nem azt fogja mondani, hogy Lambó, hanem üres tankos Lambó a láci. Nem látom őket igazából elégedetnek, vagy kielégültnek. Tehát sose láttam még őt, aki azt mondta, hogy elég. Szerintem a gyűjtegetés. 50-re miért húzod meg az 51. milliárdot? Van 5 milliárdod. Életed végéig még az unokád is el van belőle. És elkezdenek azon dolgozni, hogy ez 51 legyen. Azért, mert szerintem megint egy napi rendelőti felszólás, egy kérdés. Az 51-et. Tisztelt, az miért? De nem. Nem elég az az 50? Nem, valószínű, hogy ott maga a szerzés, meg az, hogy még az, többet birtokoljál, meg a hatalom, de tényleg nem valaki nem száll ki egy milliárddal, mert akkor hirtelen az is kevés. Ugye mi történik? Van, azt mondta, hogy majd, ha egyszer lesz 100 millió. Hirtelen van 100 millió, de már az igényeid nőnek. Majd, ha lesz egyszer 1 milliárdom. De rájössz, hogy az se elég basszus, hiszen akkor már ez is kell egy kicsit, az is kell egy kicsit, abból akarok egy nagyobbat, már elköltöttem 800 milliót, csak 200 marad, szükösen élünk, azt mondja. Hát, 3 milliárdod, akkor viszont ha belefér ez is, belefér az is, na az még lehet, hogy belefér, de akkor kéne még egy fél basszus, na azt még hozzá kell tenni, érted? Tehát az emberi agy egyébként zseniális ebből a szempontból. Közben gonosz, mert becsap. Ott vagy még többet. Akar még egy kicsit. Szerezd meg, legyen még több. Ott ül az ördög a balvállalom. Basszus, te vagy az ördög hangja maga mondja. Szerezd meg. Vedd el. Még több, arra is képes vagy. Legyen ez, legyen az. De nem, miért nem tűnnek akkor boldognak? Hol a hiba? Visszadarálja a pénzt, vagy bedarálja a pénzt. Igen, az biztos, hogy annyira felfogja, hogy annyira átváltoztatja, megváltoztatja az embernek az értékrendszerét, hogy tényleg, hogy van a kisnyugdíjas, aki, mit tudom én, lottozik, de ebben a pillanatban problémát jelent neki, hogy gázszámlát, villanyszámlát kifizesse. Tudod, te nem tudja fizetni a lakásnak a rezsét. Következő pillanatban nyer x 100 milliót, és akkor kell neki egy olyan medence, ami tengervízzel van feltöltve. Minek? Jó, de azok pénzügyileg ostobák. Tehát, hogy most ha nem volt soha pénzed... És most hármasugrás. Nem, annak megvolt, azt én értem, hogy igen, miért lesz egy pénzügyi analfabéta egyébként egyik pillanatban milliárdos, aztán megint csóró, mert pénzügyileg analfabéta, hülye, nem ért hozzá. Tehát ez egy tök normális menet, hogy nem volt soha semmit, hirtelen lett egy nagy összeg, belehergelnek vagy vállalkozásba, elveszett, zugrás, vége van. Zugrás, tehát, hogy addig az is örömet szerzett volna számára, hogy hetente háromszor hús került volna az asztalra. Most csak tényleg egy példát mondok. Következő pillanatban meg ez a problémája, hogy
neki kell egy medence, mert hogy és abban legyen tengervíz. Minek? Igen. Még Hugh Hefner nem néz ki szomorúnak ezt. Nem. Neki már beállt. Ő egyébként tényleg, tényleg nem. Na mindegy, ez egy érdekes, dolog, hogy hogy a fenébe lehet ezt az állandó boldogságérzetet szinten tartani, hogy ne akarjál mindig mást, vagy ne akarjál mindig többet, nem? Így van. Miközben tényleg az ember csak annyit szeretne, hogy egy olyan átlagos Hugh Hefner-s hétvégét. Csak elszeren. Légy. Jó, de azért is ugye azt se akarsz, hogy miatt szeretnénk. Hogy beúszunk a titkos barlangba a lányokkal. De unja már valószínű, te nem? Hát jó, hát sorsoljon le. Sorsoljon. Érted? Legyen az, tényleg, ez legyen olyan, mint a zöld kártya, hogy Hugh Hefner sorsol. Minden évben kisorsol a világ állampolgárai közül egy valakit, aki beúszott a titkos barlangba, Hugh Hefner Playboy világ. Pontosan így van. Igen? Igen. Szabad rablás. Elengednének otthon, igen. Ha azt mondanák, hogy nyertes nem, Vadon. Nem mondanák. János aha. Vadon from igen. Hungary. Igen. Mennél, mehetnél? Hát ha nem Kevin Spacey-re vár bent. kapnál egy VIP jegyet, egy bizniszen, first class-on, nem figyelj. Tudom, egy légitársasággal leszállsz, mit tudom én, Hollywoodba. Ezt meg kéne érteni otthon is mindenkinek. Ez egy kihagyhatatlan alkalom, de, beúszni a barlangba. De most komolyan. Amilyen szerencsét lenne, vagy tataroznának, vagy összeraknának valamilyen fogatlan hollywoodi színésszel, vagy elromlana a légkondi a szobádba, igen. És egész nap azt szerelnék. Bekapcsolnák a vízforgatót, és oda szippantana vagyok. Tudod, és egész hétvégén a hasonlóan feküdnék ilyen izével bekötözött háttal, vagy nem tudom. Igen. A saját szintén mindenki nyomorog írja, egy hallgató egyébként, ez egy jó hozzászólás. A soha nem elég, és a semmi nem elég témához egyébként, tényleg, nem? Hogy minden pénzzel lehet költeni, és minden szűkös. Hát... Érdekes dolog. Na mindegy, mutatjuk a hármas ugrást. Jó, hogy mi a beugró, figyeljetek. Ajajajaj. Mutassuk még egyszer? Szerintem már. Igen. Hát ezt fejtsétek meg. Hát igen. Jó, drága hallgatók, ezt fejtsétek meg nekünk. Vagy kettő darab dalcímet, vagy kettő darab előadót kellene megnevezni, ha szeretnétek hármasugrást játszani. Jó? Ez a feladvány. És előre mondjuk már, hogy holnap, vagyis pénteken jegyet, belépőt lehet nyerni mindenféle kis csomaggal Hugh Hefner villájában. Nem. Az Operot Festre, a Harley Fesztiválra. Jövő szerdától vasárnapig szállással együtt van. Így van. És VIP belépő. VIP belépő, ha már bent vagytok az eszemiszom dinomdádom, az nyilván ti fizetitek, de egy VIP belépős kis csomagot lehet majd általunk nyerni, ha szeretnétek menni a Harley Fesztiválra. És ez egy ilyen extra csomag, ha jól tudom. Ugye? Így van. Mindenféle klassz dolog van bennem. Holnap figyelni kell majd bennünket, egy kérdésre válaszolni, és ügyesnek lenni, gyorsnak lenni. Szállással jó? Nagyon jó koncertek lesznek végig. Szerda este játszunk. Mi? Már mondom, Isten csütörtökön nem leszek. Ott lesz még Deák Bill, meg Ossziár. Mi tudom, de jó, de hát most egy jó best of. Mindig, mi nyitjuk szerda most. Szerda este, csütörtök este nem leszel, akkor az kemény buli lesz. Hát figyelj, nálunk ez eltart egy darabig. Igen, bent lesz a szállás a buli területén, ez egy úgynevezett ilyen mobile home, és egy 4 fős VIP belépőt adnánk majd valakinek. De miért néha meglovasítják? Hol itt, hol ott, a szerencsére ott van még... Szerencsére ott van még, mikor hazamész a koncertről, ha nincs szerencsére, akkor már lebontották és arrébb vitték. Ezek a kis mobile home-ok, amiket ugye így fölállítanak bent magának a fesztiválnak a területén, és ott tudsz 4 napon keresztül randalírozni. Emi randalírozni. Igen, és egy utálom a motorosokat pólóban megpróbálni túlélni az első koncertet. Veszem minden hát is pólóban, ha bemész, te vagy a legnagyobb király. Szóval egy 4 fős VIP belépőt adunk majd, jó? Úgyhogy figyeljetek. Holnap, én szerintem 9 óra után elhangzik majd a kérdés, arra kell válaszolni. A Feriék Bill kapitányik után lépnek fel. Komolyan? Aha. Tényleg? Ja. Hát mindig van nem lesz gyenge. Liner, és akkor mi aztán a parti hangulatot, amikor már mindenki megalakult, lökdössük tovább hajnalig. Tavaly szegény diszkóst, aki utánunk jött, majdnem megvertük, úgyhogy tőle előre is elnézést kérünk, és azt üzenjük neki, hogy legyen türelmes. Miért addig... a búza hosszabbítóját? Nem, vagy? Búzának tök mindegy, neki nem kell áram. Jobb, ha nem szól a hangszer, ahogy szoktuk mondani, csak amikor jó buliban tudod van, ilyen stage manager, azt hiszem úgy hívják,
a színpad mellett. És ott integet, hogy már vége, de mondom, hát nem jön utánunk, csak a diszkós jön, ami tök jó, hogy lesz, de hát, hogy ráér, gondolom én. És akkor aztán szegényen ott majdnem csattant az ostor. Ez idén nem így lesz, nem iszunk. Nem lesz ráadás. Hát igen. Na, szóval, hogy holnap tessék minket figyelni, jó? 9 óra van pontosan, 6 perc múlva Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza mi is. Mi játsszuk a klassz slágerekkel. Mi játsszuk az új slágereket. Csak slágerek. Klasszefem a rádió. Csak slágerek. Klasszefem a rádió. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klasszefem hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klasszefem. 9 óra múlt, 8 perccel itt vagyunk. M3-as torlódás. Hello. Tessék? Egy csak nem szólt a mikrofon. Ja. M3-os torlódás 49-es kilométerénél Nyíregyháza felé. Miért van torlódás? Baleset a Vidám Parknál, a Hungária felüljáron a Lánymenyösi felé mentő rendőr már az Árpád hídig dugul. Ezt Csabi küldte nekünk. A 87-esen rum előtt mérik a kám felől érkezőket. Virágkoszorú küldte nekünk. Értem én, hogy a gorilla veszélyes, csak úgy, mint a farkas, amelyik elszabadul, de miért éles lőszerrel kell kilőni, altató vagy valamilyen vitag nyugtató helyet. Volt témánk, szerintem a hallgató, aki írt az SMS, lemaradt róla, föl is hívtuk Hanga Zolit, az állatkert szóvivőjét, hogy mondjál nekünk itthon, mi a hivatalos protokoll, mit csinálnának, elmondta, hogy valószínűleg ugyanúgy kilőnék a gorillát. Hát az ember szíve szakad meg, főleg, hogy látja, hogy hogy bánt azzal a kisgyerekkel, és mennyire vigyázott rá. Minket is felkavart az ügy. Foglalkoztunk vele a héten, hogy vajon nincs-e jobb megoldás. Pont Zoli mondta el, hogy egy altató lövedéktől lehet, hogy átmenetileg megvadul az a bizonyos, hogy megadult volna a gorilla, és lehet, hogy a gyerekbe is kárt tett volna, ilyenkor nincs megválasztás. Igen, nem tudják sajnos kiszámolni a reakciókat. Tehát hál' Istennek mondjuk a fővárosi állat és növénykedve ilyen nem volt. Voltunk mondjuk egy nagyon durva eset a zebra pintyekkel, de ott szerencsére sérülés nélkül megúzták. Hát ott a látogatók lőtték ki. Két zebra pint. Két zebra pint megkiesett egy nagy nyomát. És elvettek egy lakritikult. Némi Zócsa megével és egy pár fényképpel az unokától. Már most Budapest felé a Görbázi pihenő előtt mérnek, ezt Keri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy igen, nem értem a 49 kilométeres torlódás az M3-ason. Nézem még, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. Nagyon sokan elküldtétek a hármas ugrásra, beugrott, jól van, akkor ez úgy látszik, nem volt nehéz. Nyugi van. Azt látom, hogy front van, ugyan, de nyugi van az utakon. Nincs komoly baleset sehol, mindenhol jól lehet haladni. Van egy-két trafing. Például az 53-os úton elkülön kamion az árokban, csak hogy nincs baleset, éppen erre reagálva. 81-es kilométernél a mentés még nem kezdték el. Szép napot mindenkinek, ami drága buszos Atin küldte, de egyébként nagyjából minden rendben van az utakon, és jól lehet haladni. Tök jó, de hol pezsegnek a peték, melyikünknél kirakatta be ezt a számot az előbb? Semmi. Nem biztos, nem én. Hogy csinálj még egy gyermeket? Igen. Egy harmadikat? Vagyok. De fe, ti rajta vagytok. Csinálgatjuk. Így van, igen, de békával? Persze, ja. Persze, de ő mással. Nem, igen, de nem ezen múlik. Ilyenkor jön a fiú iker, tudod, ez a még egy lány. Aha, és akkor jön a fiú iker. Igen. Csináljunk még egy fiút, és jön egy lány iker. Tehát, hogy így, mi megálltunk, köszönjük. Remek mulatság. Jó, így. Jól el vagyunk. Nagyokat nevetünk. Ja, ide jó. Elég, nem, elég. Nekem is a barátom nagyon szeretne egy fiút. Pont a levegőbe csapok, ha csak háromszor kell éjszaka. Én imádom, szeretem őket, de azért a csontodat lerágják, kemény meló. Mi megálltunk. Tehát az anima az nem nekem. Nem nekem énekelt. Vagy ha nekem, nem vettem magamra. Én tudok úgy csinálni, mintha nem hallanék bizonyos üzeneteket. Tehát, hogy nem talált célba. Így jártak a barátodék, hogy még egy? Igen, ő nagyon szeretett volna egy fiút, most három lánynál tartanak. És jaj, ez addig megyünk, amíg nem lesz esetleg egy fiú. Igen, szép nagy család lesz. Igen, ilyen kicsit ilyen olaszos. Sose értem, hogy van három lánya vagy három fiú, ez miért gondolja, hogy majd egy negyedik ellenkező nemű lesz. Tehát, ha már hárman csináltál. Pont azért. Az a sűrűbb állítólag, hogy egy pasi meg egy nő azonos nemit jobban tud összehúzni, tehát ritkább, ha fiú van, fiú születik, ha lány van, lány születik, a vegyes páros az a legritkább. Vagy hogyha van két fiú, akkor általában a harmadik is. Vannak kivételek, de hogy nagy többségben azért ritkán tud a férfi ide-oda. Igen. Meg a nő. Igen, tehát hogy fiú, lány, nektek az isteni szerencsé, ez a lány, fiú, ez a ritkább. Most Janiék
ott egy van azért ott. Nem, nem, hanem igen, a neki van egy lány testvére, egy fiú. Nem mondom, hogy nincs ilyen a világban. Nekem van egy lány testvérem, egy fiú. Ne érts félre, nem mondom, hogy nem tudnál 100 millió embert hozni, aki lesz fennáll. De, csak gondolkoztam, hogy nekem egy csomó ismerősöm van, aki ahol vegyes? Ahol vegyes. Igen, igen. Jó, mindegy. Na, majd meglátjuk a következőt. Nálatok? Nem, a Zsülnél. Ja, azért, mert ne nézik rám. Nem, még nincsen. Hanem. Még csak a technikai részét gyakorolják. A vezé Zsülle. Teljesen. Igen. Nézze, Zsülle pattintotta magáról. A nagy attrakciót sok főpróba előzi meg. Várják a holtöltét, a nem tudom, a páratlan hetet, a nem tudom, mit kell csinálni, hogy fiú legyen a lányát. Vannak ilyenek egyébként. Most nagyon közel volt a Mars. Lehet, hogy akkor kín, akkor mi volt, Zsül? Kimentetek az aranyeső alá? Persze, és hogy nyitottak végül. Ja, igen. A monyítás a standard. A Marsra. Valakit hallottam, nagyon jól megfogalmazta, egy gyerek kevés, két gyerek sok. Tök jó. És akkor mit mond a három gyerekesre? Már feladta. Ja, ott. Igen, semmit. Csendben van, fürdet, altat. Altat, helytár, fürdet csinál. Nem kérdez, nem magyaráz. És mi a sírva alszik el? Sírva alszik el magzatpózban. Kis párpáját magához ölelve. Éjjel kettőkor feljött, beleüvölt a levegőbe, hogy ezt hogyan? Majd alszik még két órát, mert tudja, a legkisebb fél ötkor fel kell. De egyébként jó megfogalmazás tényleg, hogy az egyhez úgy érzed, hogy kellene még egy, de a kettő viszont már sokszor azt érzed, hogy masszív káosz. Masszív káosz. És így nehéz eluralkodni a káoszom. Uh-huh. De viszont a kettőnél legalább nagyobb az esélyed, hogy majd gondoskodik róla az egyik. Hogy legalább az egyikkel jó lesz a kapcsolatod? Hát, igen. Hát azért ne csinálj még egy gyereket, hogy jó idősek otthonát válasszon neked, nem? A ja, neved föl az elsőt jól. Nekem... Szeresd az elsőt, és akkor... Nekem csak egy a bőrönyben egy barlang kell, tehát hogy nekem nem kell. Majd gondoskodok én magam, és szedek makkot. A virág téged olcsó meg fog úszni egyébként tényleg. Meg. Kirak valahol az énél, nem tudom. És még hálás is leszek érte. A bakonyba, egy hátizsákkal. Köszönöm, pap, köszönöm. Arra mennyi babusz kincsem, Isten veled. Nem mindegy, basszus, akkor majd csinálok kőbaltát. De azért azt még mondott, hogy nem baj, ha nem látogatsz. Igen. Ha viszont jött az ki a Victorinox, hát jó, mégis. Szoktam azon gondolkozni, hogy vajon a szüleink is ennyire melósnak élték ezt meg? Nem. Szerintem nem. 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 Mi a gyerek akarunk túl sokat ettől a dologtól? Szerintem nem. Igen? Nem. Biztos, hogy nem is volt ennyi benne. Ma egy kicsit ilyen lelkizős adásunk van, de ez nem baj. Ma minden nagyon megy. Addig nincs baj, amíg csak a Zsülhöz bújsz oda, és nem hozzánk. Valahogy én erre felállítottam egy magyarázatot egyébként. Ami? Hátradő. Nem tudok megvárni. Annyira, nem tudom elmondani, ennyire bonyolult. Ja? Jön le, beolvassuk. Igen. Nem értem a saját magyarázatomat sem. De régen ez valahogy természetesebb igen, volt, nem? Igen. Nem gondoltuk ennyire macelásnak. Ma mindenem probléma van, és annak az ellenkezőjén is. A mi szüleinknél nem volt ilyen. Neveltek, nyilván elmondta, apád adott egy pofont, hogyha hülyeséget csináltál, anyád elmondta, hogy mi van, de egy... Ennél azért cizelláltabb volt hát a gyermek. Hát egy nyilván pici cizenállatok nálunk, nem apád nagyon. Apád levert egy pofont, anyád kisfiam, apád megint levert egy pofon. Igaza van, erigyi aludni, nem még én is ekben. Nem volt idő. Anyád meg kent egy lekváros kenyeret, azt jó volt. Nem volt idejük rágódni ennyit, mint nekünk. Szerintem mi túl sokat gondolkozunk egy csomó dolgon, hogy jól csinálod, nem csinálod, jó. Neki dolgozni kell, föl kell építeni egy életet, érted? A te anyádék is, az én anyámék is, gondolom, a Janiék is nulláról kezdték, érted? Meg kell teremteni. A Janiék mínuszból. Ja. Na, vagy mint ahogy egyébként mindannyian. Mindannyian így kezdtük. Csóró szegény gyerekek vagyunk, viszonylagosan szegény családból, tehát nem vetett föl senkit a lehetőség erre, meg a pénz. Hogy ott adjajunk, mert emlékszem, én az apámat hétvégén te vasárnap láttuk, mert hajnalban elment, éjszaka jött haza. Hát akkor most... semmi halott állatot hozott a vállán egy puskára. Nagyon hála Istennek, enni viszont tudtunk, tudod? Tehát, hogy azzal nem volt soha. Hát apám nem csomagolt össze, amikor 16 évesen Budapestre jött. Nem volt mit összecsomagolni. Úgy jött. Szerintem milyen volt? Az volt neki. Igen, a mi generációnak szerintem más a gyereknevelési mentalitása, és emiatt van effektíve több konfliktus forrás, vagy emiatt élet meg ezt nehezebben. Nem tudom, miért változott meg. Tehát nevel egy generáció egy generációt, és az a generáció viszont már máshogy nevel egy másik generációt. Értitek ezt? Nem, de jelezted előre, hogy nem fogják megbonyolulni. De nem arra gondolok, hanem, hogy a mi generációnkat úgy nevelték, hogy azt mondták, hogy ez van. Tehát ugye ez van szituáció. Ide megyünk, jössz. Ezt csináljuk, beállsz a sorba, csinálod, jössz. Ide megyünk nyaralni, május elsőjén integetsz. Május elsőjén integetsz. Ide megy a család, jössz, nem tetszik, nem jössz, otthon maradsz, de jössz. A mi generációnk pedig úgy neveli a gyereket, hogy a gyermeket állítja a központba, és azt csinálja sokszor, ami a gyereknek jó, tehát
gyerekközpontúbb a mi nevelésünk, szerintem a mi generáción gyereknevelése, mert azt mondod, mi a jó neki, oda viszed olyan edzése, oda mész nyaralni, nézed a gyereket, úgy szervezed a programot. Ha már a gyerek egy napot otthon van, már stresszelsz, hogy de jó lenne elmenni valahova, pedig a gyereknek egyébként tök jó otthon. Menjünk, hogy a gyereknek jó legyen. Mi van? Régen azért ez egy egyszerű dolog volt. A szüleid azt mondták, itthon vagy, nem mész sehova, oda megyünk, jössz velünk. Nem azt nézték, hogy a gyereknek mi a jó, igen, hanem azt nézték, hogy ők mennek, a gyerek pedig álljon be a sorba. Most pedig szerintem a mi generációnk inkább úgy neveli a gyereket, hogy oda megyek, ahol a gyerek jól érzi magát, azokkal barátkozom, ahol több gyerek van, hogy a gyereknek legyen jó, elviszem hétvégén, bár otthon maradnék, de legyen neki jó, elmegyek. Vagyis szerintem több konfliktusod van saját magaddal a gyereked rovására, és emiatt éled meg nehezen. Ez gyerekközpontúbb és jobb, meg humánusabb. Én ebben viszont több a biztos konfliktus forrás magaddal. Szerintem ez a nagyon humánus, nagyon toleráns, nagyon minden most legyen a toleránst úgy értem, hogy a gyerekközpontú a nevelés, nektek jó is. Igen. Nem? A gyerekközpontú, oké, de nálam, ha azt mondom, hogy már pedig most befelé ennyi fürdés, akkor ott most vége. Nem erre gondolok, letesz, hanem lementek Velencére, hát, azért, nektek is jó. A konzervatívabb, igen. Most nem erre gondolok. Eszel, nem matyizol, alszol. Nem, nem arra gondolok, hogy a mi generációnál a gyerek azt csinál, fejbever, klumpával, agyonver, ha nem spagattival nevét, de nem arra gondolok, hanem hogy egyszerűen effektíve a gyermeket állítod a hétköznapok központjába, jobban figyelsz el, nem kiszolgálod, nem majom szeretettel szereted, csak valahogy megpróbálod az ő szempontjait szem előtt tartani. Régen pedig átáll sorba, megkaptad a hátizsákot, gyerek, ott mentél, ahova vitték, nem dumáltál bele, hogy hova mész hétvégén, nem dumáltál bele, hogy hol nyaralsz, nem mondtál meg semmit. Örültél a visznek. Nem? Most kicsit spártai, hogy fogalmazok, de nagyjából ez volt. Ja. És tök jól érezted egyébként magad, anyád azt mondta, oda megyünk, mentél. Nem? És az érdekes, hogy ez évezredekig működött, ez a, ha belegondolsz, mert ugye azt kezdted mondani, hogy fölnőttünk mi, és mi meg már másképp csináljuk. De valószínű, hogy a mi generációnk viszont vissza akar adni valamit a gyerekének, és azért ennyire gyerekközpontú, mert talán valamit hiányolt a saját gyerekkorában. Volt. Hát, vagy nem feküdt neki annyira ez a fajta nevelési módszer, és megvoltak a saját kis hiányai, vagy hiányérzetei ezzel a dologgal kapcsolatban, mert oké, elmondod, ez volt, ezt mondták, ezt csinálhatod. Hát, hogy hívják, egy pohár kóla, egy nap, stb. Tudod, hetente egyszer téli fagyi. Csókolom, viszontlátásra. Oda mész, ahova menni akarunk. Beülsz az autóba, azt pusolsz. Tehát, hogy igen, hogy most meg ezek... még a hétvégén játszol, a gyereknek ilyen szüli napúból. Ide most, most átlásítok, nyilván nem mindenkinél. Ez egy csak kompenzálás egyébként. Ide viszed, oda viszed, hat sportra viszed, ide-oda, hogy minden, minden a gyerekről szól. Én nem szól. Kaptam meg, kicsit nekem nem volt rá lehetőségem. Így van, akkor gyereknek legyen meg lehetősége, vagy kapja meg a gyerek. Valószínűleg ez vagy a két generáció egyébként kompenzál. Mi még ezt kaptuk, viszont mi mást akarunk adni a gyereknek. Nem tudom, melyik a jobb. Az egy nyugodtabb dolog volt. Sokkal. Nem? Persze, sokkal. Nem kellett agyalni rajta, meg volt a formula. De és nem arról beszélek, hogy jobban tisztelted, meg hagyod, hogy visszadumáljon. Tehát most nem nevelési elvekről, mert a szigort ugyanúgy megkövetelem én is, és nem csinált meg a gyerek bármit. Tehát nem rohangál konyhakéssel, meg nem tudom, mint 11-kor megy aludni, tehát van egy cigor, de mégis azt nézem, hogy mi a jó. Tehát, hogy oda megyünk hétvégén, meg azt csináljuk, ami a gyereknek és jó, vagy jó. És meg, valószínűleg ez a kis figyelem meg, is. Az anya mond. Így van, ez a legfontosabb. Így van, így van, drágám, oda megyünk hétvégén, ahova te szeretnél. Az mindenütt alap. Tedd elő a bőröndöket, már pakolok is. Most is hát gondolod végig. Hol ennél már nyomom is a gázt. Szóval, hogy melyik volt a jobb? Hát nem tudom, nyilván a gyerek szempontjából ez, ugyanakkor meg azt mondják a szakemberek is, hogy ez a kis lazítás, nevezzük lazításnak ezt, hogy odafigyelsz a gyereked igényére, ami nem lazítás, hanem egy tök normális dolog, ez elég volt ahhoz, hogy a gyerekek elinduljanak azon az úton, ami például a pedagógus veréshez vezet, érted? Hogy lazán nézel egy csomó dolgot, és pontosan az, hogy ez nem tudom, meg közben meg a mi generációnkat egy nagyon neurotikus, szorongó generációnak látom, aki azért nem lett annyira boldog felnőtt. Hát szóval nem. Én nem tudom, a mi gyerekeink majd milyenek lesznek, és mi mennyire rontjuk el, hogy így neveljük őket, de a mi 35-40-es, 45-ös generációnkat azért nem látom egy nagyon kiegyensúlyozott generációnak. Tele van elfolytással, tele van agresszióval, szorong, baromi sokat iszik, neurotikus, nem tud aludni, nem tud pihenni, szóval, hogy nem tudja hol levezetni, totálisan boldogtalan, kettős élete van, szeretője van, felesége van, örömlányokhoz. Nem, most figyeltem, nem anya, nincs férre. Jani, senki nem látta. Nem látom. Iszik. Nem
tudom mit sem. Drogozik. Tehát én nem látom egyébként a mi generációnkat annyira kiegyensúlyozott generációnak. Ez a fajta nevű sem biztos, hogy jó, majd megnézzük, a mi általunk felnevel gyerekekből egyébként milyen generáció lesz, kíváncsiak, ahol azért másfajta mentalitást viszel. Talán abból a szempontból jobb nekik, sőt nem talán, hanem hiszek abban, hogy a gyerekünk felé, ahogy mi állunk, vagy ahogy mi viszonyulunk, az pontosan ezt fogja feloldani, hogy nem lesz szorongó, mer majd nyitni a világ felé, mer beszélni, amit itt egy ország nem mer. Hát gyerekek, ki meri, egymás között suttogva beszélgetnek az emberek dolgokról, politikáról, tök mindegy. Na az viszont igen, az egy másik téma lenne. Igen, de hogy nem mer, mert nem mered, nem, nincs meg a nyitottság. De az a hatalom hibája is. Nyilván, hogy nincs olyan hogy elindul az öncenzúra, azért az erősen hatalom. Ez egy másik téma, ne kezdve. Igen, abban nem menjek kezdve politizálni, mert akkor viszont nagyon belemerülök. A baj lesz belőle. Pillanatok alatt olyat mondok, amit utána nagyon gyorsan megbánok. De nem csak te, hanem mi mindannyian. Megszólal a piros telefon, Mr. McMagyaró, becsörög az a hangatom. Halló, halló, hangatom az adás. Nem lesz jó ebben, nem lesz jó ebben belemenni. Mennyi az ország hívószámat mondja, hogy nem tudom, hol van most Mr. McNutt, de azonnal becsörög egy amerikai számról. Szóval, igen, nem, kíváncsi vagyok majd, hogy ebből a generációból Én hiszek benne. Igen, megengedőbbek vagyunk, szerintem nem minden esetben jó ez. Igen, de az a fajta én a srácokon látom pont, hogy meri csinálni, megy, amit mi nem mertünk annak idején, és nem csak a rosszaságot, hanem a nyitottságot, a kíváncsiságot látom rajta. De sok esetben nem tudunk nekik nemet mondani, tehát engem ezzel van egyébként a legjobban, hogy én tényleg, tehát hogy bennem is én benne igen, van csak az. Aztán mindig megfenyeg. Igen. Apa pofó lesz. Jó, kicsit, csinálj, vidd el a kocsit. De ott vissza. Jó, de anyádnak mondd azt, hogy nemet mondtam. Oké. De tudod, aztán, ha vezetsz, nem, meg valószínűleg más generáció, tehát az anyáink, nagyanyáink azért nagyon sok mindent átéltek. De nézzük az ő generációjukat. Tehát azért ott mondjuk az én nagymamám még, ugye az konkrétan ugye első világháború nagyon fiatal volt, második világháború 56. A szüleink azért már egy 56-ba, ugye, már mondjuk belecsúsztak. Így van. Tehát egyrészt idejük, energiájuk sem volt annyit foglalkozni vele. Dolgoztak, két műszakban dolgoztak, küzdöttek azért, hogy megéljen. Mi van a mostani felnőttekkel? Sokkal több az időd. Ezt el kell ütni. Valamit ki kell találni, nem vagy annyira leterhelt, bár nagyon sokan sokat dolgoznak, de mégis a mi szüleink azért még sokkal többet dolgoztak. Így van. Meg sokkal több mindenre mentek keresztül. Meg az alapmelókra gondolsz, a mosogatásra, ma beteszed a mosogatógépbe. Igen, tehát egy csomó mindentől mentesülnek. Tehát nyersz egy csomó időt, azt meg a gyerekre fordítod. Na mindegy, jó, nem tudom, mi a megoldás. Hát... Az autós sztori szerintem a megoldás, amit mondtál, hogy nekünk még ki kellett tolni a garázsból apám ladáját. Nem adta ide a fater a ladát, érted? És kitortuk az udvarra, hogy ne hallja meg, hogy éjszaka, amikor már elaludt, beindítjuk, és úgy mentünk egy kört. Remélem, hogy Soma majd érted odajön, és elkéri az autót, mert olyanba vagy, mert olyan a kapcsolat pont emiatt, mert bízik. Na, azért legyen meg a jogsia. Mi a francnak? Azért még ez ennyit figyelj. Ja, ez nem most legyen. Igen, csak valahogy ezzel az egésszel, hogy ez így elmúlt, elveszett a feeling is, mert annak azért volt feeling. Jó, tehát ennek meg igen, tehát hogy az egy kis zsiványság, a volt lazaság, hogy jobban is megbecsülted ezeket a dolgokat, mert akkor egy jó, mekkora dolog volt ez. Mostanában valahogy minden annyira egyszerű, annyira könnyen kapják meg, annyira nem tudnak igazából megtanulni küzdeni, nem tudnak meg várni, nem tudják meg kibekkelni a dolgokat, hogy na végre megkapok valamit, érted? Persze, szomorú dolog volt az évtizedeket, vártál a Merkurnál, mire megkaptál, de basszus, amikor megjött, te voltál a világ legboldogabb ember, és ez most jó, nem egy fajta... Várjon egy autóra 5 évet, akinek 5 annyi van. Szóval jó, oké. Kár, hogy a régi jó dolgokban nem maradt semmi. Nem, még a Merkur. Ez most nem egy ilyen szockó, te. Nem ilyen komcsi nosztalgiázás. Te komcsi, vár csak újra 5 évet kéne várni a ladára. Csak valahogy minden olyan egyszerű, érted? Bemész, megveszed, bemész, előfizetsz rá. Meg nem volt ilyen iparág a gyerek. Azért egy biznisz lett. Iparág lett. Ma a gyerek az egy milliárdos iparág. Régen azért nem volt így. Nem tudtak annyit a szülők erre költeni. Tehát ma az, hogy a gyereknek megved a 26. rollert, ezt az, milliárdok. A reklámok a tévében, a gyerekhűítés, minden, amit látsz, arról szól, hogy vedd meg a gyereknek, nem? Akkor mi volt? Érted? Semmi, kicsaptad nem a mezőn. Nem volt DMX reklám, meg nem tudom milyen reklám. Kicsaptad a mezőn. Kicsaptad a mezőn. Később volt. Jó van, csak kicsit itt polemizálgatunk, de egy ilyen borongosabb, esősebb időben ez is belefér néha. Viszont nem tudom, hallottatok-e arról a kínai emberről, nagyon szeretjük.
És rögtön felhívjuk a mi drága szakértőnket, hogy mondja el, milyen hasonló magyar esetek vannak, akinek beszorult a feje a mosógépbe. Hát imádni való az ember, egy kínai pasiról van szó, ő megpróbálta a csapágyot megjavítani a mosógépen. És úgy ragadt bele a gépbe, hogy képtelen volt kihúzni onnan a fotó, az gyerekek. Hát az egészet a szenzációs. Már ahogy az a fürdőszoba kinéz, egy oldalára fektetett mosógépben fekszik bent egy félmeztelen ember. Egy lavorban gyűjti maga mellett valószínűleg az esővizet, a keze kinyújtva, a totális megadás jelezve. Beszorult a mosógépbe. Azt én fizikailag egyébként nem értem, hogy ami befér, az hogy nem fér ki. Ezt soha nem tudom, hogy a villanykörte a szádba, hogy még be tudod kapni, de már nem tudod kivenni. Ezt nem tudom, hogy van. Hát itt a fejforma valószínűleg az lehetett, ami meghatározó volt. Elfordított egy picit be, de visszafele már ugyanez a mozgásról már nem ment. Be tudod dugni, de nem tudod kihúzni. Hát próbáljuk ki. Mosógép van, nagy fej van. Jó, szívesen bedugom a fejem egy hajtómosógépbe, ezen múlik. És hát a lakótársa vette észre egyébként, emberünk több órán keresztül próbálta kiűzni a fejét, megjött az okos lakótárs, és azt mondta, aha, megvan a megoldás, bekenjük szappannal a fejet. Nem, azt kérdezte, hogy még mindig nem végeztél? Emberünk kiszáradva feküdt, bekente szappannal az ember fejét és a kijáratot, a kijáratnak a szélét, de a próbálkozás így is kudarcba fulladt, hosszú-hosszú órákon keresztül rángatták ezt a kínai férfit, aztán végül tűzoltókat húztak, hívtak, akik levágták róla. Mindig a tűzoltók a megoldása, megfigyeltetek mindig. A végén jönnek a tűzoltók, egy erővágóval is megoldják a dolgot, addig meg megy a szakkörözés. Szappanozók, mit csináljunk vele? Mosószer, túlsfürdő, nem, a végén jönnek a tűzoltók, a szélvágják. Ilyenkor mindig ott vannak a kreatív barátok, akik azonnal megoldják a helyzetet. Nem? Uh-huh. Hagyjad, majd egy jövök segítek. Jó, miután nagyon mennyiségű fotót készítette. Igen. És azon gondolkozom, hogy ha nincs telefonod, akkor hogy a de ez most tényleg fekszel egy fürdőszobába. Nem tudod kihúzni a fejed, nem tudsz kijönni a fürdőszobából, mert mondjuk a mosógép beszorul az ajtóba. Mi van? Ott maradsz. Szerencsére meg ha nem talál meg senki, igen, tulajdonképpen lehet, hogy addig rúgdosd a falat. Ez jó, tehát ez nem jutott volna eszembe. Vagy hát ütöd a mosógépet a fejed fölött, hogy fekszel. Most egy apróságot mondjatok már el nekem, de tényleg. Itt ugye az van, hogy bent az egyik csapágy megszorult. Igen. Hogy, hogy mi munkált a fejében a csávónak, ugyanis a kezével ő nem fog tudni benyúlni a feje mellett, megszerelni a csapágyat. A foggal akarta. Tehát mit akart? Egyébként meg ugye a csapágyaknak van egy olyan, egyébként szerintem egy olyan tulajdonságuk, vagy amennyire én emlékszem, hogy az által, hogy tengelyen szoktak elhelyezkedni, a tengely pedig a dobon kívül van. Tehát, pánikromot kaptam, amikor realizálod, hogy beszorultál a fejed egy mosógépbe, és nem tudod kihúzni, azért az nagy önuralom, hogy ne kapjál azonnali pánikrohamot, nem? De és mit tudsz csinálni? Letéped a saját fejed? Vagy megpróbálsz két lábra állni, és a mosógéppel. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk Hajdú Mártont, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét, hogy meséljen már nekünk egy-két konkrét esetet, ha mesélhet. Ja, szerintem neki volt egy konkrét ilyen eset. Igen. A Hajdúval, nem a mosógépre céloztunk. Beszorult a feje egy mikróba. Hajdú Márton. Ebben az esetben a Hajdú csak becenét, hiszen neki volt korábban egy nagyon csúnya eset. Itt van Whirlpool Pista vonalban. Így van. A főigazgatóság szóvivőjét, hogy mesélj nekünk egy-két hasonló esetről, amit elmondhat, hogy ők kikre találtak már rá, milyen állapotban és mit kellett csinálni, kiket szavarítottak már ki, furcsa pozitúrában. Sajnos Indezit Marian nem tudjuk. Hajdú Márton itt van velünk. Hello Márton, jó reggelt! Szia Márton, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! A kínai férfi esetét olvastad, akiről mi itt beszélgettünk, vagy láttad a fotót? Szenzációs egyébként szegényként. Olvastam is az esetet, és láttam is a fotót, és itt ragadna meg a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy semmi közön nincs a mosógéphez. Nem egy mosógépről, vagy egy boilerről kaptam a nevemet. Na, azért gondolom, hogy nyilván erről az ember egy kicsit nehezebben beszélhet, de hát miért ne beszélhetnél, ha nem említünk konkrét nevet? Azért ti is találkoztok érdekes dolgokkal, nem? Amikor első gondolatotok talán az, hogy adjatok egy telefont, aztán egy hidegvágót. Biztos vagyok benne, hogy van pár. Sajnos rengeteg ilyen van. Úgyhogy, tehát tényleg név és helyszín nélkül, hogy ne legyen beazonosítható. Összeszedtem egy-kettőt csak azért a példakedvér, hogy Magyarországon is előfordul, valakinek a feje szorul be valahova. A két talán legemlékezetesebb az egyik, az egy sajnos egy kisgyerekkel történt meg, akinek a fiókba szorult bele a feje. Hova? Egy fiókba szorult bele a feje, tehát a kisgyereknek kíváncsisága hajtotta gondolom őt, hogy bedugja oda a fejét, megnézze, hogy mi lehet a fiókban, csak kifele már nem volt olyan könnyű az út. A másik pedig egy úriember, aki megpróbált behatolni egy ingatlanra, és azt találta ki, hogy ő majd a kapu alatt, a gurulós kapu alatt be fog kúszni. Hát a fejét sikerült bedugnia.
Ja, hogy egy ilyen gurulós kapu volt, ami egy távirányítás, és alul akart. Alul. Tehát úgy gondolta, hogy nem fölül mászik, mert volt egy korábbi esetünk is, az is sajtó nyilvánosságot kapott, amikor valaki úgy próbált meg belopózni egy kertbe, hogy a kerítésen fölül mászott át, csak fönnakadt a tetején, az egyik díszítő elem állt bele a lábába. Hát gondolom ezt ő látta, és megpróbálta alulról, így sem jött össze, mert beszorult a feje a kapu alá, úgyhogy róla le kellett emelni a kaput. És akkor egyébként én megkérdezitek azt, hogy jó, mert mit akart itt? Vagy az ilyenkor nem tartozik rátok, vagy nem tartozhat rátok, hogy ő egyébként egy betörő volt? Hát ebben az esetben azért a rendőr kollégákat értesítettük, mert már nem azért bújt be oda a kapu alá, mert a görgőnek a hangja zavarta őt, és szerette volna beolajozni vagy benyálazni, hanem egyszerűen csak be akart oda jutni, de természetesen ilyen eseteknél szólunk a rendőröknek is. De a legtöbb az sajnos olyan baleset, vagy pedig olyan körülmény, amikor tényleg arra van szükség, hogy a tűzoltók feszítsenek le valamit egy emberről. Olyan is volt, ha jól tudom, hogy valaki egy kéménybe szorult be, és onnan hívott benneteket, vagy a tűzoltókat? Igen, ezt először nehezen hitt el a műveletirányító kollégám, hogy valóban igazat mond az ember, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy elég abszurd, hogy valaki egy kéményből telefonálgat, hogy én ide vagyok beesve, és akkor ennek értem segíteni. Anyád a szorokhoz is letette. Nem is december volt, úgyhogy még össze sem lehetett keverni a Mikulással, hanem egyszerűen úgy volt az úriember, hogy az augusztus 20-ai tűzijátékot, hát onnan a kémény tetejéről fogja megnézni, mert hogy az mennyire jó ötlet. Hát fölment, csak be is esett a kéménybe, tehát neki annyira tetszett a tűzijáték, hogy úgy megijedt, hogy beleesett. Majd miután magához tért, mert hát mondjuk azt, hogy nem volt teljesen józan állapotban, utána rájött, hogy ő benne van a kéményben, de hát nála van a mobiltelefonja, úgyhogy tud segítséget hívni, és ezután kezdett segítséget hívni. Én hogy? Alulról vagy fölőről? Húzzátok? Húzzátok vagy toljátok? Igen, tehát mi van? Vagy valaki leereszkedik hozzá és kihúzza? Egy vödör szappanos vizet ráöntött? Igen, és lecsúszik. Beszorulni nem szorult be, de fölülről. Tehát azért a kéményt nem kellett szétbontani ahhoz, hogy ki tudjuk emelni, fölülről természetesen. Nyomorúságos, egyszer csak realizálod, hogy beszorultál a saját kéményedbe. Nem, ideig nevetsz, de azért utána jön a pánik. Görög tűz, jó! Igen. És csak azt hallott, hogy gyere kicsim, egy kicsit tegyünk a tűzre, mert apa nem sokára megy. Ne! Gyújtsál már be. Meg lenni telepegő. Igen. Volt egy pasi, aki ágyhoz bilincselte magát, vagy egy nő, ha jól tudom? Hát Budapesten egy férfival történt ez, meg egy olyan helyszínre hívták a kollégáimat, a fővárosi tűzoltókat, ahol hát eléggé pironkodva fogadták őket, kinyitva az ajtót egy hölgy, hogy hát megmutatná akkor, hogy miről is lenne szó. És hát a hálószobában egy rácsos ágyhoz kibilincselve volt egy férfi. Letakarva egy kicsit a takaróval, hogy hát azért állt még se látsunk mindent. Milyen nyomorult, mikor három tűzoltó megérkezik, ott fekszel. És megpróbálsz ilyen laza lenni. Tudod, hogy hello, srácok. Hello, sziasztok. Semmi extra. Hogy vagyunk? Hosszú a nap. Igen, ezért nagyon nyomorult. Ezek is előfordulnak, de hát vannak még gyakori esetek. Hát azért az emberi kíváncsiság, butaság, illetve az alkohol hatása az mérhető itt is, mert volt olyan ember, aki úgy hívott segítséget, hogy hát, ittas állapotban beleborult biciklivel az árokba, és önerőből nem volt képes kijönni. És ezért tűzoltókat hívott, hogy őt is, meg a biciklit is emeljük kijönni. Nem tudott kijönni az árokból? El tudjátok képzelni, hogy milyen állapotban volt. Az igen. Azért, de mondjuk egész jól működött közben, hogy tudott telefonálni. És vágott az agya, hogy hívja a tűzoltókat saját magára. És el tudtam mondani, hogy hol van itt, vagy mi történt vele. De van még egy nagyon gyakori példa, az pedig a karikagyűrűknek az esete. Oh. Minden évben több is előfordul. A fővárosi kollégáimnak pont egy kórházban szembe a laktanyájukkal, és hozzájuk szoktak rendszeresen átmenni, amikor a kórházban már nem tudnak segíteni azon, hogy levegyék a karikagyűrűt, hogy vagy lefűrészeljék, vagy levágják róluk a karikagyűrűt, ami hát most vagy nem az övék volt, csak felpróbálták, vagy pedig vízhajtót kellett volna szedni, hogy ez eljöjjön. És honnan melyik testrészről? Általában azért az ujjukról. Mondjuk a karikagyűrűt felhúzod máshova, akkor azért nem adott sokat a természet. Fölfele mindig könnyebben megy valahogy. Akkor azért csúnyán elbánt veled a természet, a karikagyűrűt máshova felhúzod. Akkor azért nagyobb baj. Hát akkor a ti életetek sem egyszerű azért. Hát nem könnyű, mindig vannak ilyen érdekességek, és hát itt is ugyanolyan komolysággal ott kell állni, és végig kell csinálni ott az adott káresetet, de hát izgalmas élmények. Na, de biztos archiváltok egy pár fotót. Tényleg ilyenkor fotózhattok? A kollégák nem fotózhatnak, azonban, hogyha olyan esetről van szó, amit utána vizsgálni kell, tehát mondjuk egy bűncselekményről, vagy bármi ilyesmiről van, és ezek, mondjuk ezek fontos nyomok lehetnek, akkor igen, van rá lehetőség.
Hát ugye, amikor emberünk beesett a ruhagyűjtő konténerbe, és a két lába lógott, ja, beszéltünk róla. Ott azért előbb is volt. Elkészültek előbb a képek. Hát, szóval nyilván azért, hogy jó, de nem a tűzoltók. Ott a civil emberek álltak és fotóztak. Márton, köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Jó munkát nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Hajdú Márton. Jó bontást, jó fűrészelés. Katasztrófa, jó igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk. Fél tíz múlt pontosan 6 perccel, egy pici szünet, nem tart sokáig, és aztán jövünk. Ja nem, áros. Na, de csak valaki van a születnek. Ennyi volt a szület. Annyit beszéltek, hogy pici lesz. El is telt. Egy van, háros ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, itt vagyunk. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Ó, oh, hello. Szia. Kriszta, hello Kriszta, honnan írtál minket? Hát én Kerepesről. Kerepesről? Mit csinálsz ott? Hát most így... Nem sok mindent, mert délutános vagyok, ilyenkor délelőtt főzök, ilyesmi, takarítgatok, mit tudom, kutyázok, és akkor délutára megyek dolgozni. És mit dolgozol? Hát mi ilyen aromákat csomagolunk, ilyen mandula, vanília, rúg, ja, ilyesmiket. Amiben én mikor ilyen házi liköröket lehet készíteni, vagy süteményekbe? Az olyat is, sokféle van, nagyon sokféle. Minden, ami az mekkora, az mekkora buli volt annak idején, a gyerekkoromban. Mindenki, hát, mindenki pancsolt. Csak ezt te most itt szoktak. Mi? Ezt ittátok? Nem mi, hanem csinálgattak rengeteg ilyen házi liköröket, és ahhoz lehetett kapni ilyen kis aromákat. Na, milyenek a kérdések, Jani? Én magába ittam, nem pancsoltam. Milyenek a kérdések? Alsó közép. Alsó közép. Jól van. Itt szól az első. Figyelj, Kriszta. Hogy nevezik az állóképesség felmérésére szolgáló 12 perces futótesztet? Milyen teszt? Hát ilyen szoktak a lánya még is futni, Cooper teszt. De jó vagy! De jó vagy! Menjünk tovább? Menjünk! Na figyelj, itt szól a második kérdés. Mi az angol font nemzetközi rövidítése, valuta kódja? Angol font. Hát, igazából nem nagyon vagyok otthon valutákba. A GBP? Majdnem, csak az egyik, nem, totálisan rosszat mondasz, de majdnem. Na gyorsan mondj még valamit. Te a GDP-t mondtad most. Nem az. Ez a GBP. Ez jó. Ezt mondtam az előbb. Ezt mondtad, hogy D. Ezt mondtam. Ügyes vagy, ügyes vagy. Figyelj, akkor zseni vagy. Ügyes vagy. Jó van, mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát mindenképpen megpróbálom, ha már bejutottam, úgyhogy... Történelem. Akkor már segíts, Balázs. Jó. Melyik királyunk fakasztott vizet egy sziklából a legenda szerint? Fú, hát ez nagyon jó kérdés. Köszönjük, átadjuk. Igen, Janinak. Na. Hát, ezt így. Nincs meg? Most így. Gondolt Szent László? De jó vagy! De ez vagy ilyen jó? Internet? Hát igen. Azért, mert azért így nem világosodik meg az ember. Igen, mert nem segítettél, Balázs, igen. Igen. Jól van, ügyes vagy. Valamikor olyan könnyen mennek a kérdések, de hát... Igen, első László. De most valamiért döcög a net. Igen. Elfogyott az adatforgalmad, igen, lassabban. Wifi-ről megy. Jó van. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Megvan. Jó. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Itt hív majd Anna, ugye? Persze, hív. Oké. Köszönöm, sziasztok. Szia, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nem is hallottuk, hogy netezik, ez ritka. Halkan ütötte. Hát, háttérnetezés volt. Ügyes volt. 3-4-10 lesz 5 perc, ha jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 van pontosan, itt vagyunk már is. Esik még kint? Esik. Esik? Még Budapest. Meg legyen olyan kedves, köszi László. Esik. Köszönjük. Esik. Egész napos esőt mond. Igen.
Nem túl jó hír ez. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Beszéltünk arról a Facebookon közzétett levélről, ami egy megdöbbentő esetről szól, és ez ugye az M0-áson történt. Egy ott közlekedő leírta, hogy bevágott valaki elé, fékeznie kellett, elkapta a kormány, megpördült szalagkorlátnak csapódott, leírta az egész esetet, és felszólította az eset másik résztvevőjét, hogyha jelentkezik, akkor eláll a büntető feljelentéstől. Állítólag ők már egyébként elkezdték az ügyet megbeszélni. A levél kendőzetlenül őszinte és brutálisan jól írja le, hogy milyen állapotok vannak ma Magyarországon az utakon. És aztán hallgatóinktól is vártunk SMS-eket, hogy ki mivel találkozott már, kit hogyan fenyegettek meg, miért fenyegettek meg, ki kit hogyan terrorizál a magyar utakon. Egészen megdöbbentő hozzászólások jöttek egyébként. Ez volt az egyik témánk kora reggel. A másikat pedig Feri hozta, mert hogy Feri talán egy kicsit joggal berágott, ahogy sokan, egyébként rengetegen a nemzetközi sajtót is ideértve, szegény Leonardo DiCaprio-ra, aki ugye környezetvédő, de közben azért magángéppel utazgat. Az ág is húzza, igen. Ezen ellentmondásokat próbáltuk meg egy kicsit tisztába tenni, hogy ha valaki nagy környezetvédő, akkor járhat-e magángéppel, elkövethet olyan szemtelenséget, hogy Kámból elutazik New Yorkba, ott átvesz egy díjat, majd vissza megy gyorsan Kámba, hogy ott legyen az afterpartin és az Amfargálán. Leonardo DiCaprio ezt egy magángéppel tette meg, jött a mi ügyeletes házmesterünk Ferenc, és ezen kicsit felhúzta magát. Van, ennek kell lenni. A két környezetvédő ment szembe a fiatal ficsúra. Ez nagyon nagy. Vagyok egy ilyen de nagyon ki a, nagy, ki a, az a Jani, de... A ficsúrt értem. A két környezetvédő, ti vagytok, én a fiatal ficsúra, aki egyetért Leonardo DiCaprioval, és nagyon kedveli. A közvetlenül ficsúra. Igen. Megbeszéltük, hogy van jól vagy rosszul csinálja ezt Leo. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Szegény Leo, milyen szomorú lenne. Ó, ezt hallotta volna, miket mondok róla. Pedig hát micsoda nagyszerű. A szemét a magángépével. Csabi, álló, jó reggel. Emelem poharam. Tehát Leo az mindig így jön szembe, nem? A különböző internetes oldalon. Ja, igen, most ilyen mém. Most láttam valami bérett bringán New Yorkban, a Central Parkban bringázott. Na, tessék, hát látod? Próbál kijönni ebből a röpcsis sztoriból. Ja. Nyilvánvaló. Hárman mennek, látszik, én City Bike-kal. Kicsit lement bringázni. Na, hát látod, na, látod, milyen jó környezet. Miket csinálnak ezek a sztárok? Elképesztő, nem biciklire ült. Sőt, kerékpár. És ültekerte, vagy kis rabszolgák mellette mentek, és hajtották? Lehetett volna egy 250-es benzines jávával is. Azzal is ment, szerintem. Bringával ment. Nem? Ja, nem. Arnold például mindenhova bringával megy. Ahova csak teheti. Igen. Híres így a sztárok közül, hogy rengeteget bringázik. Most láttam egy nagyon-nagyon helyes videót Franco Columbóval, az egyik 80-as évek egyik legendás testépítőjével, akivel ők egy nagyon jó kis edző párt alakítottak annak idején, mentek el egy Gold's Gymbe együtt bringával, ott tekertek egymás mellett, és edzettek megint egy nagyon jót együtt. Neki annyira jó. Egyszer újra születek, Arni akarok lenni, nem? Félelmetes, hogy mennyire az egész életét végig tolja. Végig bulizza az egészet. Mert mennek így egymás mellett így bringáznak, és látszik rajta, hogy még ott is versenyeznek. Két 70 évesen. Rohadt jó, de valahogy így kell. Jó, amíg miért szomorkodna, nem? Hát, volt 40 évig házas, levart egy nagy ronda házvezetőt, az abból született egy gyereket. Elnök már csak azért nem tudott lenni, nem Amerikában született, elvette egy politikus család lányát, milliárdos. Nagyon nem nyújt mellé azért, nem? Jó, szép karrier, egy kicsi kis Grácz melletti faluból elindulva azért. Van benne meló, azért ezt tegyük hozzá. Van. Dolgozott vele. Igen. Már Stallone előtt meg volt neki Brigitten, így azért a Vörösszonya forgatásán. Tehát, hogy azért érted. Igen. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Karrierének a csúcspontjait kiemeltétek. Hát. Igen. Milyen női voltak, és kész. Közben nagyon rossz színész. Nagyon rossz színész, gyerekek, de nem. Bűrossz színész. Morning Show. Hello, jó reggelt, igen. Igen. Kicsit bizonytalan volt. Hello, de ez nem baj, hogy hívnak? Szia, Kriszti vagyok. Kriszti, hol hallgatsz minket, Kriszti? 10. kerül. Igen. Nem bíztál magadban, vagy úgy félig meddig érezted, hogy akármi is lehetünk, vagy mire számítottál? Hát már ezerszer írtam, aztán így nagyon nem gondoltam, hogy mégis csak sikerül, most már kiugrik a szívem. De látod, dolgozol éppen?
Nem, itthon vagyok. Otthon vagy. Ugye a 8 után, vagy 9 után, nem is tudom, mikor beszéltünk a pénzről, meg arról, hogy soha nem elég semmi, és hogy miért van az, hogy kevés milliárdos boldog. Igazán mindig többet és többet akar az ember, és valahogy mindig elmúlik a pénz hatása. És erre írtál nekünk te is, Kriszti, hogy igazatok van, elmúlik minden fizetéskor ez van. Miért kapom, örülök, aztán el. Szerettük. Szerettük az SMS-edet, úgyhogy te vagy a naphallgatója. És küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, meghálálva, hogy írtál nekünk, jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Puszi. Sziasztok. Szia. Szia. Hello, szia. Hello, hello, hello. Csabikám, valami új zene? Pont, most ráhibáztál, mert újat fogok hozni, illetve új előadóktól egy régi dal, csak egy mondat erejéig még hadd térjek vissza, nem tudom, a Jani beszélte róla reggel, hogy tegnap milyen itt voltunk. Na jó, én volt ezt most már egy laza 15 perces élménybe számolod, alázattal végighallgattunk. Jó, csak ezt akartam, hogy megvolt, akkor megvagy. Úgy éreztük, jó koncert volt. Milyen volt? Jó volt? Jani elmondta, hogy nem. Legszebb koncerten voltatok tegnap, csak ha valaki reggel nem hallotta volna. János mesélte, egy fantasztikus volt. Életre szóló élmény volt, és hát azok, akik egyébként írják, szintén ott voltak tegnap estő hallgatóink közül, mindenki kivétel nélkül azt írja, hogy csodás volt. Tehát, hogy egy fantasztikus este volt. Hozom nektek Grace-t, egy ausztrál pályakezdő énekesnő, és G-Eazy, aki Jézus, egy amerikai rapper. Soha nincs már senkinek neve. Hát, ezt adta az anyukája biztos, és biztosan emlékeztek a You Don't Own Me című dalra, ez egy nagyon-nagyon régi, 67-es, vagy nem tudom, de nagyon sok filmben feldolgozták már. Nekem először az Elvált Nők klubjában volt meg ez a dal. Emlékeztek arra a filmre? Nem, volt egy film, nagyon vicces volt, és abban hallottam én először ezt a dalt. Nem emlékeztek erre a filmre? Bette Midler, fogalmam sincs, mi volt 77-es. Fogalmam sincs, mi volt 77-es. A film az nem tudom, 96-os, értettet. Jávor Pál. Meg a Diane Keaton. Na mindegy, ezt a dal dolgozták fel, ez a lényeg, és akkor most na, hozom valami újat, mert mindig az újra vágysz. Jó? Jeezy, meghallgatjuk. 555-55-00. Az. A telefonszáma Csabinak, ha szeretnétek dalt kérni. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.